A nagy konfliktusok nem a civilizációk között, hanem a civilizációkon belül zajlanak le. Ami a közelkeleten történik, az a hegemoniáról szól. Épp úgy, hogy zajlik egy civilizációs polgárháború az iszlám testén belül, az iszlám, iszlám civilizációján belül, egy hasonló polgárháború zajlik a nyugati civilizáción belül is. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra! Nagy szeretettel köszöntöm a Mondiner nézőit és hallgatóit, ez itt a Stratéga, a házigazdával Póca Istvánnál és elti vendégével Robert C. aki akit szintén szeretettel köszöntelek. Szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásomat így online is. Szervusz István, és nagy szeretettel köszöntöm a nézőinket egy napsütéses Jeruzsálemből. Közelkeleti kérdésekről szeretnénk beszélni, közelkeleti kérdéseknek szentelnénk ezt a mai műsort, ezt a mai beszélgetésünket. Az első kérdésem az az lenne, hogy Közelmúltban voltak mondjuk úgy, komolyabb összetűzések Irán és Izrael között. És uh, sokan feszegetik azt, hogy egy új háború indulhat el most a közel-keleten uh, irán és Izrael között. Ez egy irán és Izrael közötti konfliktus, ami most történik, vagy sokkal inkább egy usa versus irán konfliktus, vagy nyugat versus irán konfliktus. Te hogy látod ezt? Én úgy gondolom, hogy ha. Ha megértünk két alapvető dolgot a közel-keleten, akkor megértettük nagyjából ennek az egész káosznak a 90%-át mindig azt szoktam mondani, hogy ezek, a, ezek a konfliktusok itt a közel-keleten kicsit olyanok, mint az elefánt. Hogy meg lehet fogni az ormányát, meg lehet fogni a farkát, meg lehet fogni a, a, a tudom én az agyarát, és, és, még mindig nem érted, hogy ez egy elefánt. És ahhoz, hogy megértsük az elefántot, egyetlen egy dologgal kell tisztában lenni. Ami a közelkeleten történik, az a hegemoniáról szól. Hogy ki legyen a közelkelet hegemon hatalma, erről szól az egész már évtizedek óta. Hogy ez a hegemon hatalom az Egyesült Államok legyen, vagy pedig Irán legyen. Tehát ez a, mondjuk úgy, hogy a, az öbölháború, az első öbölháború óta erről szólnak a közel-keleti válságok, és minden más ennek a, ennek, a, ennek a alatt zajlik le. Tehát, hogyha egy vödörről beszélnénk, akkor amiben bele akarunk tenni nagyobb köveket, kisebb kavicsokat, homokot és vizet, akkor ez a legnagyobb kő, amit bele kell tennünk először abba a vödörbe, ez a, ez a hegemonikus küzdelem a, a közel-keletért, és ez adja, ez adja a keretet minden máshoz ez a versengés, ez azt mondtad, hogy az Egyesült Államok és Irán között történik. Ez azt jelenti, hogy Izraelnek itt ebben úgymond önálló szerepen nincs csak az Egyesült Államok mellett, illetve a kérdés második fel, hogy akkor Oroszországnak nincs ebben a dologba beleszólása, csak Irán mellett? Ezt inkább úgy mondanám, hogy a, az Egyesült Államok nem lehet szuperhatalom, nem lehet a világ hegemon hatalma, anélkül, hogy ne legyen hegemon, regionális hegemon hatalom a közel -keleten. Miért? Azon egyszerű oknál fogva, hogy a, az Egyesült Államok a, a Bretton woods világrend megalakulása óta gyakorlatilag a közel-keleti energia biztosításával tartja egy, együtt ezt a szövetségi rendszert, amit kialakított, hogy a Szovjetuniót egy ilyen kordonszáni terv, egy, egy ilyen egészségügyi karantén alá vegye mondjuk úgy, és... Ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, az egyik dolog, amire szükség volt, hogy biztosítsa az energia szabad áramlását, úgy kelet felé, Japán felé, és később aztán Kína felé, mint mint az európai szövetségesei felé. És az energiának a nagy része pedig innen jött a közel-keletről. Ez az egyik ok. A másik ok, ha megvizsgáljuk a, a hajózási térképeket, a világhajózási térképét, akkor azt látjuk, hogy a fő hajózási útvonalakon a elhelyezett három legnagyobb ilyen szűk keresztmetszet, mondjuk úgy, vagy, vagy, vagy szoros, amin ez a forgalom át, meg ez itt van a közelkeleten. Tehát, hogyha a világot akarod ellenőrizni, akkor kénytelen vagy ezt a területet ellenőrizni, itt hegemon hatalomnak lenni. Miért? Mert hogyha te nem leszel itt hegemon hatalom, akkor valaki más lesz. Mondom közben neked is, meg nyilván a nézőknek, hallgatóknak is, hogy készültél a több térképen, meg több ábrázolásra. hogy kérlek, hogy majd jelezd közben, hogy melyik az, amelyiket célszerű bemutatnunk, mert akkor azt bevetítjük a, majd a, az adásba, hogy a nézőink és hallgatóink tudják majd követni, reméljük ők is rá kattintanak majd, és tudják majd követni azt, hogy miről beszélgetünk. Uh, van egy szerintem tökéletes térképed, uh, akkor én kezdem a térképezést, ha megengeded elsősorban. Nincsenek előttem a képek, hogy fogalmam nincs milyen <laughs> térképeket küldtem el neked, nem emlékszek már. Akkor én mondogatok neked térképeket. Van egy térkép, ami arról szól, hogy irán és szövetségesei uh, Igen. a közelkereten, is nyilván akkor ezt be is mutatjuk, uh, hogy tulajdonképpen akkor itt most arról van szó uh, közelkereti szempontból, hogy ez a két tényező, ez a két hatalom osztja fel a régiót, és kell, hogy valamilyen módon a régiónak az államai, most szűkebb vagy tágabb értelemben, de hogy e között a két hatalom között állásfoglaljanak, és valamelyiket válasszák? Többé-kevésbé igen. A válasz az, hogy igen, igen, de. látunk olyan államokat, mint például Katárt, amelyik egyértelműen egy terrortámogató Iránnak a szövetséges, ugyanakkor csodálatos módon a legnagyobb amerikai közelkeleti légibázis hol van? Katárba. Tehát vannak államok, amiknek sikerül ügyes, nagyon ügyes diplomáciájával kiegyensúlyozással, a, két hatalom közötti egyensúlyozással mind a két, mind a két nagy játékost kiátszani egymás ellen ami pedig a szövetségeseit, illet Iránnak, nagyon érdekes úgy nézni ezt a két térképet, tehát egymás mellé letenni két térképet az egyik, Irán és az iráni érdekeltségek a közel a másik pedig az Egyesült Államok, és az Egyesült Államok érdekeltségei, bázisai, katonai jelenléte a közelkeleten, és mit látunk? Látunk egyfajta ilyen góljátékot, hogy mindegyik fél megpróbálja bekeríteni a másikat. Azt hiszem, hogy kísértetiesen emlékeztet egy, egy ilyen góljátékra, és akkor látjuk, hogy mind a két fél ezen a, ezen a pályán próbál mozogni. Tehát amit, amiről eddig beszéltünk, az a reálpolitika, és akkor ezen kívül vannak, van egy nagyon erős ideológiai eh, eh, megméretetés is mögötte, ami paradox módon nem a két hatalom között, hanem a hatalmi tömbökön belül. Tehát ez a második dolog, amit meg kell érteni. Az első dolog az volt, hogy van itt egy hegemonikus küzdelem Irán és az Egyesült Államok között, és a másik dolog, amit meg kell érteni, hogy Huntington tévedett. A XXI. század nagy konfliktusai nem a civilizációk közötti háborúk, hanem a civilizációk polgárháborúi. Tehát ami, amit ezt a konfliktust a közel-keleten vörösre festi, az az iszlámnak a polgárháborúja. Az iszlám polgárháborúja, és ami az Egyesült Államokat egyfajta ilyen sántító kacsává teszi, az a nyugatnak a, a belső polgárháborúja. Tehát ilyen szempontból Huntington tévedett. A nagy konfliktusok nem a civilizációk között, hanem a civilizációkon belül zajlanak le Küldte nekünk egy másik térképet is, ez pedig az, hogy hogy néznek ki az amerikai bázisok a közelkeleten. És akkor itt most lenne egy olyan kérdésem, hogy ez egy versengés, és hogy, hogy ki melyik szereplő tudja megszerezni, illetve a kérdésnek a másik fele az, hogy van olyan szereplő, aki mind a két féllel próbál, meg tud folyamatosan, mondjuk úgy, hogy kielégítő kapcsolatokat ápolni, Akár anélkül, hogy állást foglalna? Nagyon érdekes, hogy itt e, gyakorlatilag ebben a tipológiában négy fülke van. Az egyik fülke az amerikai szövetségesek, a, a második fülke az iráni szövetségesek, a harmadik azok az ügyesek, akik, akiknek sikerül mind a, úgy az irániakkal, mint az amerikaiakkal együttműködniük, például Katar egy klasszikus példa, és vannak azok a kevésbé ügyesek, akiknek sikerül úgy az Egyesült Államokkal, mind Iránnal háborúzniuk, és ez az iszlám állam tehát ebben a négy, négy fülkegyű tipológiában mindenhol találunk példákat. És igenis vannak olyanok, akik harcban állnak Iránnal, és harcban állnak az Egyesült Államokkal is, és ez a szembenállás néha ilyen de facto szövetségesi, szövetségesi teszi az Egyesült Államokat és Iránt, bármennyire abszurdnak is tűnik így a felületes szemlélő számára. Izrael önálló tényező, hogy az Egyesült Államokon keresztül, az Egyesült Államok optikáján keresztül kell néznünk? Mondjuk úgy, hogy Izraelnek megvannak a saját érdekei, és az Izraelnek és az Egyesült Államoknak az érdekei nem mindig vágnak egybe. Az Egyesült Államok, most tudom, hogy valamilyen döbbenetes dolgot fogok mondani, de az amerikaiak elsősorban Amerika pártiak, Tehát mielőtt a szövetségeseik érdekeit nézik, elsősorban a saját érdekeiket nézik, és ez igaz, igaz Irán, Iránra is. És Izrael kénytelen elfogadni azt a tényt, hogy van egy nagyhatalmi patronusa, és ezt a függőséget ettől a patronustól, a saját politikai tévedéseinkkel az évtizedeken át csak tovább mélyítettük, és kénytelenek vagyunk, ha nem is mindig azt tenni, amit a nagyhatalmi patronus akar Izraeltől, de azért számításba venni azt, hogy az Egyesült Államoknak megvannak a saját érdekei. Ha ránézek itt, egy térképesi beszéltél róla, hogy Izrael, nem is Izrael, hogy közel-kelet, mennyire meghatározó kereskedelmi szempontból. És hogy ő, valakinek, ha jól, jól interpretálom, valakinek uralnia kell ezt a, ezt, a, ezt a térséget, ezt a régiót. Mindenképpen kell valakinek uralnia ezt? Tehát nem, hozható létre egy olyan módusz vivendi, amiben mindenki beleegyezik, és most itt már gondol, gondolok arra, ami a, a szállítási útvonalak, a földgáz, a kőolaj, meg akár egyébként a tenger alatti különböző infokommunikációs vezetékek. Ez egy ilyen világnézeti kérdés. Ha megkérdezünk egy liberális világnézetű szakértőjét a nemzetközi kapcsolatoknak, akkor ő, ő nem látja ezeket a háborúkat. Ő, ő vagy egy ilyen, egy ilyen kutató, vagy az együttműködést látja, vagy a lehetőséget az együttműködésre, ami, ami a, amit a rossz kommunikáció miatt elszalasztunk. A, a realista iskola, különösen az offenzív realisták, mint például nagy mesterem és ellenségem Miersheimer, ők azt mondanák, hogy egy olyan világban élünk, ahol az erőforrások szűkösek, és egy olyan világban élünk, ahol, ahol nincs egy nincs egy talán vannak normák, de nem nincs senki, aki ki tudja erőszakolni ezeket a normákat, ezért ebben az anarchikus rendszerben mindenki csak magára számíthat, és ezért ezek a konfliktusok, ha nem is vegy tisztán zéró összegű konfliktusok, de, 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 igen közel állnak ehhez. Tehát ez az oka annak, hogy bármilyen egyezmény, amit, amit meg is kötnének mondjuk a bármilyen modus vivendi, csak egy bizonyos ideig lesz fenntartható, és előbb-utóbb az államok visszatérnek a konfliktus állapotába. Ez civilizációs kérdés miatt van, vagy pedig ö, alapvető érdek ütközés miatt van. Civilizációt, alatt, most hogy nyilván azért is próbálom ezt feszegetni, mert hogy azért itt az iszlámkulta, meg civilizációról beszélgetünk, de hát ez sem egy egységes civilizáció. Hát nyilvánvaló, hogy e, e, mielőtt az iszlámról szólnánk néhány szót, el kell mondani azt, hogy itt van egy alapvető világnézetét, két dzsihát feszül egymásnak. Tehát a, a, mondjuk úgy, hogy a, a, úgy a liberális internacionalista, mint a neokon világnézet szerint a, a nyugatnak sikerült rájönni egy elixírre, egy egy, egy, egy egy fajta megoldásra, egy eljárásra, egy szervezési módra, ami a, leg, ami a legideálisabb szervezési módja úgy a világnak, mint az emberi társadalmaknak, és ahhoz, hogy ez a ezek a társadalmak, liberális demokrata társadalmak liberalizmusban és demokráciában tudjanak jönni, hogy biztonságosá tudják tenni a világot a demokrácia számára, meg kell téríteniük mindenki más. Tehát most egy karikatúrát rajzoltam, de nagyjából ez a mondani valója. A dolog tragédiája az, hogy ebben a, 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 a mi dzsihádunkkal szemben ott van egy, egy, egy iszlám dzsihád is, mert ugyebár az iszlám az nem csak vallás, hanem egy politikai filozófia is, ami úgy gondolja, hogy a, ők kitaláltak egy elixírt, egy csodálatos módszert, amivel, ami, ami elmagyarázza, hogyan kell megszervezni ugye a társadalmakat belülről, mint a világnak hogyan kell működni, és az önnézetük szerint ez akkor fog megvalósulni, hogyha az iszlám fogja dominálni az egész világot. Tehát Két ilyen, két ilyen abszolút ideológiáról van szó, ehhez régen még a kommunista ideológia is be, becsató, becsatlakozott harmadiknak, most már ők nem játszanak, Oroszország már nem egy ideológiai játékos, hanem inkább egy realpolitikai játékos. De látunk, látjuk azt, hogy a közel két nagy ideológiai, két nagy világnézet is feszül egymásnak, és mind a kettő ki akarja tolni a másikat. Tehát ez egyfajta keresztes háború, még akkor is, hogyha nem is hívjuk annak. De azért, hogy ránézek erre a közelkeleti befolyás térképre, és van egy olyan ábránk is, ami arról szól, hogy iráni befolyás, iráni szövetségesei a közel-keleten, meg ránézünk egy olyan térképre, mondjuk, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei, -e, akkor nem lehet azt mondani, hogy ez csak és kizárólag és tisztán civilizációs kérdések, hiszen ugye azért Iránnak a szövetségesei között nyilván vannak elsősorban és ugye elsősorban olyan országok vannak, amelyek muszlim országok, de az Egyesült Államoknál is vannak, olyan országok, amelyek az iszlám civilizációhoz tartoznak, nem csupán Izrael az egyetlen szövetségese. Igen, itt visszatérünk a második ilyen ö, nagykőhöz, amit bele kell tenni abba a vödörbe az iráni amerikai reálpolitikai szembenállást és ideológiai szembenállást, illeti, hanem a másik nagy, nagykő ez a, az iszlám civilizációjának a polgárháborúja. A, a sita és a szunita szembenállás. És ö, ha megfigyeljük a, a, a közelkelet térképét, akkor azt látjuk, hogy Irán elsősorban, és itt az ideológiai faktor bekapcsolódik, elsősorban a nem szunita... Ö, ö, muszlim szervezetekre, államokra támaszkodik, még akkor is, hogyha ezek olyan sítek, amik nem feltétlenül a, 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 a síta vallásnak a, az iráni irányzatát követik. Bocsánat, egy fél a, pillanatra a... hadd állítsalak meg, mert nem biztos, hogy mindenki igen. számára, a nézőink, hallgatóink számára igen. egyértelmű, hogy mi a különbség. Ez az iszlámnak kettő irányzata, a, vagy igen, a, tehát... a két fő irányzata. Igen, a két, rengeteg apró irányzata van, de van, van két fő irányzat, az iszlám világa nagyjából 1,6 milliárd lelket számlál, ezeknek a 85 a szunita, a 15 a, a síta, talán van még egy 0, valahány százalék ezek a kisebb szekták, ezekről, ezekre most nem érdemes beszélni, és mi a különbség a két, mi a fő ideológiai különbség a két, két vallási irányzat között, a, annak a kérdése, hogy ki a, a legitim uralkodója az ummának, az iszlám nemzetének mondjuk úgy, hogy európai fogalmat alkalmazunk egy olyan környezetben, amire nem illik rá, de ki a, ki a legitim vezető? A szuniták szerint a legitim vezető az, akit a, a konszenzus annak jelöl ki. A siták szempontjából a legitim vezető az, aki, aki a, a profétának a leszármazottja a profétának a leszármazottja, és ők a sita vallás gyakorlatilag a harmadik profétától é, 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 származtatják magukat, és onnan é, Onnan származtatják a legitimitásukat. A szunitáknak ilyen probléma nincs. A szunita iszlámban gyakorlatilag bárki lehet a, a szunnának és az, az iszlám nemzetnek a vezetője, hogyha ö, a koncenzus őt jelöli meg. Tehát ez, az, ez a le, legalapvetőbb szembenállás a két, a, a, két, a két irányzat között, és ez gyakorlatilag a, az iszlám talán második évszázada óta tart nagyjából ez a szkizma. A karbalai csatával vált ez a szakadás teljesé, és azok, akik ö, azok, akik a sita vallást követik, ők nem csak egy val, egy másfajta vallási irányzatot tettek magukével, hanem egy másfajta lelkületet is. Tehát a síták mindig az örök elnyomottak, az örök mártírok, a, a, a 12 sita e, imám közül talán 11 erőszakos halált halt. Tehát ez is a mártíromságra készíti föl őket, és a jelenlegi történelmi pillanat, az egyik ilyen ritka történelmi pillanat, amikor a, a kisebbség fölülkerekedhet a többségen a, geopolitikai, a geopolitika fintorai miatt mondjuk úgy. Tehát abban a pillanatban, amikor az Egyesült Államok kibelezte gyakorlatilag a, a, a szunita világnak a közepét, a mezopotámiai két nagy szunita államot, az egyik Irak, a másik pedig, a másik pedig Szíria nagyon meggyengültek, akkor ez egy olyan vákumot kreált, ami, ami lehetővé tette az, irániak, az, iráni befolyásnak a betörését a, a, szunita iszlámnak a szívébe. És ez, a, ez az ez egyensúly hiány a szuniták meg a síták között, ez teszi szükségesé azt, hogy a szunitáknak, akik annak ellenére egy többség, mégis per pillanat gyengébbek, reálpolitikailag Iránnál, a sítáknál, szükségük van egy külső segítségre. És ez a külső segítség, ez az Egyesült Államok, és Berül pedig itt van az Egyesült Államoknak a, 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 az előretolt helyőrsége, és ez Izrael. Most, hogyha ránézek a térképre, és látom, hogy számos közel ország meg hatalom van. Ha szét kellene gyorsan őket dobni, akkor hogy tudnánk őket kiosztani, meg felosztani? Shiita, szunnita, hogy a, 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 is mondjam, megközelítésben, mert tudom, hogy ettől bonyolult, mert van, hogy országokon belül húzódnak igen, ilyen, ilyen igen. vonalak. Igen, hát a, a legfőbb síta hatalom, ez már hosszú-hosszú évszázadok óta az Irán, gyakorlatilag Irán a síta vallásnak a, 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 a az a, bírod, a, a, civilizációs állama, mondjuk, hogyha a síta vallásra, mint egy civilizációra tekintünk, ez a, ez a kehely tulajdonképpen, amelyik a, 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 a síta vallást, vallásnak az ügyét képviseli, és nagyon számottevő síta jelenlét van Irakban, az Irakban a többség síta tulajdonképpen Libanonban, Libanonban talán ezelő a szíriai polgárháborúig szintén a síták voltak többségben, azóta nem egyértelmű a dolog, valószínűleg a szíriai menekült hullám miatt újra a szuniták kerültek többségbe, látunk síta jelenlétet Jemenben, a, ezek, ezek zaidi síták, ezek másfajta, ezek hétputtonyos, nem 12 puttonyos síták, egy másfajta síta irányzat, de ők is, ők is, ők is ehhez a a sita irányzathoz tartoznak. Szaudarábiának a keleti részén látunk sitákat, és az öböl, öböl, mentén több, több helyen is. Tehát nagyjából ez a, ja és Azerbajdzsánban, majdnem elfelejtettem, tehát Közép-Ázsiában is van egy sita jelenlét, de ö, nagyjából ezek a sítek, minden más szunita, tehát az arab világnak a jelentős része szunita, és ez, ez egy, ez, ez a, egy, egyfajta, egyfajta vallásszakadás, ez a vallásszakadás elkíséri az iszlámot, és az iszlám belső politikája, a civilizációs polgárháborúját mind a mai napig. Ez azt jelenti, hogy akkor ez a két irányzat próbál meg a mostani helyzetben is ha küzdeni vagy harcolni egymással. És akkor a mostani helyzet alapján meg azt értem már, hogy Izrael is benne van ebben a képben, mert azért Izrael nem lehet egyikbe se besorolni, hiszen hogy ott az egy alapvetően zsidó államról beszélünk, nyilván vannak benne ott is különböző kisebbségek. De hogy hogy viszonyul ez a, mostani gázai konfliktus ehhez a nagy képhez? Igen, nagyon érdekes dolog. Kicsit, azt, kicsit úgy, 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 jellemezném ezt a dolgot, hogy a Iránnak vannak, van egy édes gyermeke, az a legnagyobb fiú, az a Hizbala. Ők síták, nem perzsák, tehát van itt egy etnikai, egy zárójelet kéne nyitom, tehát a vallási, vallási megosztottságon kívül van egy etnikai megosztottság is. És van egy szembenállás perzsák és arabok között. Egy hosszú, épp, talán évezred, sok évezredes szembenállás a perzsák és az arabok között. És a, a hiszbala, ők a legnagyobb fiú, a legkedvesebb gyermeke a, a, a síta forradalomnak, az iszlám forradalomnak Iránban, annak ellenőri, hogy ők nem perzsák, ők arabok. É, vannak egyéb gyermekei, a, ennek a forradalomnak ott vannak a jemeniek, a, a huthig. Ők egy másfaj a síta vallásnak egy másik irányzatát képviseli, kicsit olyan a, a családnak a, a, bolond, a, bolond, gyereke, tehát ő a, a, a középső gyerek, kicsit bolond, kicsit figyelemzavaros, nem lehet ellenőrizni úgy, mint, mint a hiszbalád, de azért ő is a családnak a, a családhoz tartozik. Csak ott van például a Hamas meg az iszlám dzsihád, ezek szunita terrorszervezetek, akiket furcsa módon a síta irán támogat, ők a mostoha gyerek. Ők a mostoha gyerek. Tehát ha Iránnak föl kell áldoznia valakit, akkor először ezeket a, ezeket a szunita arabokat áldozza föl, és csak utána áldozna föl e, sita arabokat. Tehát van itt, egy, van itt egy kicsit olyan, mint az interszekcionalizmusban, a, a modern progresszív világnézetben, kicsit a, 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 a sita vallás is úgy működik, hogy aki hasonlít hozzám vallásilag, az közelebb áll hozzám, mint aki se vallásilag, se etnikailag nem hasonlít hozzám. Tehát ezért látjuk azt, hogy az Irán nem áldozta föl a hiszbalát azért, hogy megmentse a Hamaszt. Iránnak vannak csak ilyen erős régióban meghatározó, nem állami szereplői, vagy a másik oldalaknak is vannak olyan nem állami szereplői, akik azt lehet mondani, hogy ők meghatározóak és erősek ebben a régióban gyakorlatilag mindenkinek vannak. Tehát a Hamas egyértelműen a Katárnak a színei bejátszik. Tehát Katár egy, egy, egyértelmű terrortámogató, terrorexportáló állam, annak ellenére, hogy nagy amerikai szövetséges, itt van még egy ellentmondás az amerikai politikának. Mondt, és ezt és akartam Katárnak... kérdezni, hogy és ők hogy állnak -e ez az iráni konfliktus, vagy iránnal való kapcsolathoz? Mert ők ellenére ne... ezek szerint. Katár egy kis nemzet, tehát tisztába kell lenni abból, hogy egy icipici nemzet 300 ezer Lakó, egy 300 ezer lakosú kis emírség, akiket kiszolgál körülbelül 2 millió modern rabszolga, és ott bele, bele be vannak ékelve a, a síta meg a szunita világ közé, az Egyesült Államok és Irán közé, és nagyon ügyesen próbálnak egyensúlyozni, hogy túléljenek. Tehát a, az El a élete és munkássága miatt Katar igen közel került ahhoz, hogy az Egyesült Alap Emírségek és Szaudarábia megtámadja katonailag, annyira destabilizálták őket a a destabilizálta őket az El Jazeera, ami a Katárnak gyakorlatilag a propaganda fegyverneme, és szinte háborút indítottak a, a Katar ellen, még olyan tervek is voltak, hogy ezt a katari félszigetet egy szigeté teszik egy nagy árkotásnak, ami leválasztja Katárt az arab félszigetről, annyira el akartak tőlük, tehát olyan, olyan mélységes ez a, ez a szembenállás. Tehát ez, azt mondtuk, hogy a Hamas ugyebár Katárnak a, 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 a fegyverne, a terror Szaudarábia az el t működtette hosszú időn át, és az iszlám állammal voltak kapcsolatai, az iszlám állam különböző frakcióival, és a legtöbb legtöbb közelkeleti játékosnak megvannak ezek a nem állami proxiai, akiket gyakorlatilag feláldozható katonai erőként használ. Ők a Wagner, ők a Wagnerei ezeknek, a, ezeknek az arab államoknak. Ezt el lehet mondani ezekről a nem állami szereplőkről, hogy azért egy közös van bennük talán. Ez pedig az, hogy a vagy kettő, az, hogy a nyugatot meg Izraelt rühellik, és akkor finoman fogalmaztam ez igaz, ugyanakkor nem jelenti azt, hogy izrael vagy a nyugattal kezdenék. Tehát láttuk, hogy az el a hivatalos stratégiája az aval kezdődött, hogy először megbuktatjuk ezeket a korrupt arab rezsimeket, akik kooperálnak a nyugattal, és csak utána fogjuk megtámadni Izraelt, meg az Egyesült Államokat, stb. És az iszlám államon belül is látjuk azt, hogy a, Először is az, eretnekeket kell, ez a takfir, a, 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 az eretnekeket kell elpusztítani, ezek a, a nyugatiasodott ö, ö, arab rezsimek, akik együttműködnek a nyugattal, vagy pedig a síták, tehát ezeket kell elpusztítani, és majd, hogyha ezeket elpusztítottuk, akkor utána tehetünk egy lépést előre, miután megtisztítottuk az iszlám nemzetet, akkor tehetünk egy lépést előre, elpusztítjuk Izraelt, elpusztítjuk az Egyesült Államokat, stb. És az iráni propaganda nagyjából ehhez hasonló. Ott is elsősorban a, 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 támadásokat nem annyira direkt Izrael ellen, vagy direkt az Egyesült Államok ellen idézik, hanem azok ellen a, az ország ellen, akik megpróbálnak egyfajta moduszi vendit kialakítani a nyugattal. Például most látunk egy egyre erősödő irányi, irányi nyomást Jordánia ellen. Ez azt jelenti, hogy az, hogy az izraelis egyesült államokkal szembeni fellépés, akkor csak egy időzítés kérdése a különböző síita, illetve szunnita irányzatok között jól értem? Tehát, hogy valaki azt mondja, hogy először be a belső körökkel kell leszámolni, a belső problémákkal, és utána a nagy külső ellenségekkel valaki maga azt mondja, hogy esünk neki a külső ellenségnek először, és majd egységesít bennünket? Nyilvánvaló, hogy a belső köröktől kezdődik, mert van, van egy, van egy realpolitikai logika is. Ha ránézünk a térképre, akkor mit látunk? Azt látjuk, hogy Izrael fizikailag ketté vágja az iszlám világát. Két részre, nyugatra és keletre. A Magrib és a másik arabul két részre vágja az iszlámnak a világát. Most bármelyik olyan muszlim hatalom, amelyik hegemóniára tör és újra egyesíteni akarja az iszlám világát, meg akarja alapítani újra a kalifátust, kiáll az útjában, ki a fekvő rendőr az útjában? Izrael. De bocsánat, ezenle... nem, nem, lehet átugrani, hogy azt mondani, hogy jó, ott van egy teljesen külső szereplő, figyelmen kívül hagyjuk. Vagy ez most nagyon euró, nagyon szép európai gondolat volt. Tehát földrajzilag se nehéz, se könnyű át, átugrani Izraelt, mert, mert Izrael az a szárazföldi híd, ami összeköti Afrikát Ázsiával. Tehát ahhoz, hogy mondjuk egy, ahhoz, hogy Kambiszésznek a, a perzsa hadserege meghódíthassa Egyiptomot, most beszélek az ókorról, először el kellett foglalják a Szentföldöt, tehát át kellett itt vonulniuk. Ahhoz, hogy a, az oszmán törökök el tudják foglalni Egyiptomot és Észak-Afrikát, az, a, az uralmuk alá hajtsák ezeket az államokat, át kellett vonuljanak a Szentföldön ahhoz, hogy a, az arab lázadás ki tudja vetni a törököket az oszmán birodalomnak a, a, az arab területéről, ahol el kellett foglalják a Szentföldöt a britekkel együtt. Tehát ez egy, ez egy, olyan átjáróház, amit nem lehet megkerülni, és egy olyan fekvőrendőr, ami, ami eddig mindez ideig sikerrel megakadályozta ezeket a, ezeket a törekvéseket, hogy az arab világot egyesítsék egy új, egy, új, egy új, kalifátusba. És ahhoz, hogy, tehát ahhoz, hogy meg tudjanak küzdeni ezek a, ezek a Mondjuk, hogy ezek a, a restaurálni kívánó mozgalmak, először meg kell küzdeniük Izraelrel, de ahhoz, hogy megküzdjenek Izraelrel, először belülről kell megizmosodniuk, és fel kell számolniuk a belső széthúzást, a, a fitnát, a gyarabul hívják ezt a széthúzást, a polgárháborút az iszlám világán belül. De ahhoz, hogy megerősödjenek, nem csak Izraelrel kell megküzdeniük, kell, meg kell küzdeniük az Egyesült Államokkal, meg a Nyugattal is. Nem? teljesen egyértelmű, hogy ezek a külső hatalmak, azáltal próbálják a befolyásukat erre, erre a régióra, ebben a régióban érvényesíteni, azáltal tudnak túlélni, hogy különböző helyi arab játékosokat, vagy, vagy muszlim játékosokat támogatnak. Ez igaz Törökországra például. Törökország is egy ilyen külső játékos tulajdonképpen az arab világnak a peremén. Tehát inkább azt mondanám, hogy az arab világ egy erődeficittől szenved, és ebből kifolyólag azok a hatalmak, amik a peremén helyezkednek el, Irán, Törökország, Izrael, az Egyesült Államok, kivetítik a befolyásukat ezek az arab világra, és különböző arab játékosokat működtetnek. És akkor ilyen érdekes helyzetek alakulnak ki, hogy például Szíriában az uralkodó rezsim, az alawita szekta, ők teológiailag nem muszlimok. Tehát nem muszlim, bármelyik magyarországi iszlám kutatót megkérdezzük, azt mondanak, hogy az alawiták nem muszlimok. De mégis az irániak elfogadták őket tiszteletben is ítáknak, azért, hogy szövetségre tudjanak velük lépni. Annak ellenére, hogy teológiailag ők politeistáknak számítanak, és ki kéne őket írtaniuk. Tehát ez, ezt mondaná a, a vallás dogmája, de ugyanakkor van egy realpolitika is. És a nyugati civilizáció, maga a nyugat ebben az iszlám belső versengésben beleszól állást foglal, hatása van? De én úgy gondolom, hogy a nyugat épp ugye hogy zajlik egy civilizációs polgárháború az iszlám testén belül, az iszlám, iszlám civilizációján belül, egy hasonló polgárháború zajlik a nyugati civilizáción belül is. És most látjuk ezt a jelenlegi gázai válságban a, a Biden adminisztráció politikájának a belső ellentmondásaiba. Látjuk ezt a Dr. Jekyll és Mr. Hyde dolgot, hogy egyrészt ott van a reál politikus Amerika, másrészt ott van ez a woke Amerika, és ezek állandóan szkandereznek egymással, és akkor egy teljesen ellentmondásos ö, ö, politika jön létre, és gyakorlatilag sokszor az Egyesült Államok a saját érdekei ellen dolgozik. Na beszélgessünk picit akkor erről a gázai konfliktusról, ami most már tényleg hónapok óta velünk van, és most meg mintha meg megoldódott volna, vagy megoldódna, hiszen a elmúlt napokban bejelentése került, hogy Izrael tulajdonképpen kivonul Gázából, azt hiszem egy dandárt, ha jól emlékszem, egy dandárt hagy ha bent, és akkor az azt is jelenti, hogy Izrael elérte a célját Gázában? Hát egyértelműen kimondható, hogy Izrael még nem érte el a célját. Izraelnek két célja volt, vagy három célja volt ebben a háborúval. Az egyik a Hamas katonai erejének a felszámolása, és a politikai erejének a felszámolása. A másik a tuszok kiszabadítása, a harmadik pedig egy jobb, ö, ö, biztonsági architektúrának a kialakítása ott a Hamasszal szemben. Most akkor ezek, ezek mindegyik ilyen céllal szemben csak egy részleges eredményt ért el Izrael. Ugyanakkor abban is tisztában kell lenni, és erről most igen sokat beszélnek úgy az izraeli elemzők, mint az izraeli ve vezeti katonai és politikai vezetés, hogy a három célt nem ugyanolyan időtengely mentén mérjük. Tehát a, a, a tuszoknak az az időtengei, amin a tuszok kiszabadítását kell végrehajtani, és sokkal szűkösebb intervallum, mint, mint a Hamasnak a legyőzése. Tehát ezért a, az idő igen sürget, mert látjuk azt, hogy egyre kevesebb tuszt találunk életben. Nem tudom, hogy a végén hány tuszt fogunk visszakapni úgyhogy még van pulzusuk, de, de nyilvánvaló, hogy ez egy sokkal sürgősebb feladat, talán nem a legfontosabb, erről lehet, sokat, sok, sok, vita van erről Izraelben, hogy mi a fontosabb a különböző célok közül, de kétségtelen, hogy ez a legsürgősebb. Ez a legsürgősebb, mert ez nem, a Hamász nem megy sehova. A Hamászal mindig lehet háborúzni egy év múlva is, vagy fél év múlva is, a tuszok egy év múlva, vagy fél év múlva nem biztos, hogy még velünk lesznek. Tehát van ez a fajta sürgősség. És ami gyakorlatilag a, valójában diktálja ezeket az a izraeli lépéseket a belső megfontolásokon kívül ez az amerikai elnök választási kampány, és itt Biden elnöknek valamilyen sikert kéne fölmutatnia, mert egyelőre nagyon rosszul áll a szénája. Tehát ez a tengely gyakorlatilag, ami körül az egész gázai válság forog, ez az amerikai elnök választási kampány. Az önmagában nem Bidennek egyfajta sikere, hogy Izrael kivonul? Kérdezem ezt azért, mert az elmúlt hetekben folyamatosan próbáltak meg nyomást gyakorolni Izraelre, hogy Izrael hagyja abba ezeket a harcokat, és ugye volt egy nagyon erős, és nagyon intenzív, az Ásifa kórház és környékén egy nagyon, nagyon intenzív uh, időszak, amikor harcoltak, aztán utána, mint hogyha most így hirtelen azt mondták volna, hogy akkor elég, és kimarulunk, mint hogyha hirtelen meghallották volna, vagy, vagy hirtelen szívességet tettek volna az amerikaiaknak. Ez izraeli döntés volt, vagy amerikai döntés volt? Tudom, hogy kellemetlen ilyet kérdezni, de nem, meg nem kell kérdezni. Tanultad. Nem, abszolút. Tehát én azt hiszem, hogy itt volt, volt, volt egy izraeli megfontolás. Tehát Izrael is egy monolitikus játékos, itt is vannak különböző érdekek, és én úgy gondolom, hogy a, a hadsereg, vagy, vagy azok, akik a, a, a biztonsági, vagy, vagy a katonai gondolkodást folytatják ebben a háborúval a kapcsolatban, azt a célt tűzték ki maguk el, és semmiképpen nem akarják, hogy Izrael beleragadjon ebbe a mocsárba. Tehát egy ilyen Vietnámhoz hasonló mocsár, hogy nagyon hamar ott találjuk magunkat, hogy mi osztjuk a kenyeret, meg mi gondoskodunk arról, hogy, 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 el, hogy eltakarítsák a szemetet a gázai utcákon. Tehát nagyon hamar vissza, visszaalakulhatott volna a gázai övezet egy ilyen cis-jordániai modellszerűségében, és voltak, akik azt mondták, hogy ez lenne az ideális megoldás, tehát nem, nem akarok ebből kapcsolatban állást foglalni, szóval vannak érdekek pro és kontra, erről lehetne még egy egyórás beszélgetést tartani, csak erről a kérdésről. Tehát ez, ez, volt az, ezek az izraeli megfontolások, és ehhez, ennek megfelelően a harcmodor, amit Izrael választott, azok rajtaütések voltak. Tehát bemegyünk, kijövünk, bemegyünk, kijövünk. Ezért látjuk azt, hogy azon kívül, hogy Izrael kettévágta a gázai övezetet, nem nem vezetett be egy katonai rezsimet, egy megszállási rezsimet Gázában. Tehát ez igen sok humanitárius problémát okozott. Tehát ez lett volna gyakorlatilag az ideális megoldás a humanitárius problémára, hogyha kialakul egy biztonsági rezsim, katonai kormányzat, és akkor, akkor el lehetett, el lehetett volna gondoskodni a lakosságról. Viszont Izrael pont ezt nem akarta. És erre rakodik, rá, rakodnak rá aztán rá az amerikai nyomás, meg az amerikai érdekek, és itt se értjük pontosan, hogy itt se látunk egy, egy következetes politikát. Tehát a Biden, Biden adminisztráció az első hónapokban úgy próbálta eladni ezt mondjuk úgy a saját közönsége felé, hogy tulajdonképpen mi megvetjük itt az alapjait egy palesztin államnak. És akkor jött az amerikai szélsőbal, meg az amerikai muszlimok, és azt mondták, nem, nem, ti, ti nem értetek minket, mi nem akarjuk, hogy a palesztinoknak legyen egy állama. Nekünk nem ez a fontos, nekünk az a fontos, hogy Izrael ne nyerjen ebben a háborúban. Ez a fontos hmm. nekünk, és ezt szállítsátok le nekünk. A, tényleg a lőtéri kutyát nem érdekli, hogy a palesztinoknak lesz állama, vagy ne, 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 nem lesz állama, mi nem akarjuk, hogy a zsidók egy teljes győzelmet arassanak ebben a háborúban. És akkor eltelt egy bizonyos idő, meg ez a tantusz leesett a a Biden adminisztrációban, és akkor megértették, hogy több kettőnél, és akkor elkezdték ebbe az irányba fordítani a szekér útját. Már nem halljuk azt a nyomást, izrael, izrael, az, az izrael nehezedő nyomást, hogy, hogy palesztin állam meg, hogy a palesztin autonómia vegy át a vezetést Gázában. Nem. Az amerikai adminisztráció kénytelen engedni ennek a balos nyomásnak, ennek a szélső baros farok csóválja ezt az amerikai kutyát, és valószínűleg beleegyeznek abba, hogy a Hamas ott maradjon meggyengített, meggyengített formában ott Rafah környékén, de valamilyen módon ott maradjon. Miért? Mert ezt akarják a választói. Most teljesen mellékes, hogy a realpolitikus Amerika mit gondol erről? Azt mondod, hogy ott maradjon Rafah környékén. Ez az északi része a Gázának, hogy a déli? Ez a déli csücske Gázának. Tehát el kell mondani, hogy a Gáza nagy nem, része... Nem egy egységes területen... terület, ugye? Nem egyáltalán, és hogyha bemutatjuk azt a térképet, ami ezt a zöld gázai kormányzóságot mutatja be, akkor azt látjuk, hogy a két északi kormányzóságban és a, a kormányzóságban gyakorlatilag megszűnt a Hamas államhatalma. A középső kormányzóságban, a Direl Balach városa környékén ott még maradt talán egy, egy ilyen dandár, egy Hamas dandár, vagy, vagy két zászlóaj talán megmaradt épségben, és Rafahban maradt négy Hamas dandár, most akkor ezeket tudom én, hogyha a hábor, hogyha azt a stratégiát alkalmazunk, amit a háború elején használtunk, akkor ez két hét, hogyha azt a stratégiát alkalmazunk, amit Hányunezben alkalmaztunk az utóbbi hónapokban, azt talán két hónap, de, de ennyi időbe telne felszámolni ezt a Hamásznak, ezt a katonai erejét, és akkor ez lehetővé tenni azt, hogy valami jobbat csináljunk ott. Ez lehet palesztina autonómia, lehet valamilyen nemzetközi mese, tehát bármit lehetne tenni. De az Egyesült Államok erről, tehát a Biden adminisztráció per pillanat erről úgy látszik hallani sem akar. Valószínűleg amivel beleegyeznének azok ilyen kisebb rajtaütések, mint amit a Sifa kórházban látunk, de... Úgy, úgy tűnik, hogy az amerikai szélsőbal meg az amerikai eh, arab közösség az diktálja, hogy a Hamásznak ott kell maradni, és akkor valószínűleg a Hamász ott fog maradni valamilyen formában. Az amerikai elnökválasztás mennyire befolyásolja az Egyesült Államoknak a mostani véleményét? Hiszen ugye azt mondod, hogy ha jól, jól idézlek, hogy ez egy balos, szélsőbaros álláspont, ami most így kerekedett, legalábbis a te, te meglátásod szerint, de mondjuk egy jobboldali elnök ezt drasztikusan át tudnál formálni? Vagy addigra már lefutnak a folyamatok, és minden körül, hogy véget értek a harcok, nem túl intenzív, és akkor kialakult egy státuszkor, és akkor jó lesz így minden? Hát először is talán azt a kérdést kéne megválaszolni, hogy mi, mi a Biden elnöknek, mi a Biden adminisztrációnak a győzelmi stratégiai, győzelem elmélete, hogyan képzelik el a dolgokat. És van benne egy komoly, tehát érdemes nem, hogy mondjam, érdemes komolyan venni, és komolyan megvizsgálni ezt a dolgot, és nem, 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 nem egy karikatúra Karikatúraként ábrázolni. Tehát az elképzelés az, hogy megszületik először egy, egy TUSZ-egyezmény, az egyezmény keretében a, a Izrael visszakapja a túszokat, fizet érte, amit fizet, teljesen mellékes, Izrael kivonul a gázai övezetből, ezzel együde, egyidejűleg megszületik egy rendezés fönt északon is Libanonnal, hogy ne törjön ott ki egy háború a Hizballa fog kapni valamilyen, szintén valamilyen gombócokat, itt is Izraelnek kell fizetnie, mert Amerika nem tud más valutában fizetni, tehát itt is Izraelnek kell fizetnie, és valószínűleg a Hiszbalának kell egy gesztus tenni, hogy visszavonja a csapatait egy bizonyos távolságra az izraeli határtól, erre, alak, erre épülne rá egy, egy normalizáció Izraeli Szaudarábia között, itt is Izraelnek kéne fizetni abban, hogy legalábbis ilyen nyögve, Ny nyögvenyelve kimondanánk azt, hogy beleegyezünk egy jövőbeli palesztin államba, és akkor, 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 gyakorlatilag kialakulna ez egy új, egy új közelkelet, egy izraeli, arab, amerikai szövetség Irán ellen, és akkor boldogan élnek, ameddig meg nem haltak. Tehát ha a probléma csak ebben az elképzeléssel csupán az, hogy gyakorlatilag Senki nem akarja ezt az amerikán kívül. Tehát nem akarja Izrael, nem akarja Szaudarábia ebben a formában a dolgokat. Libanon biztos nem akarja, tehát a Hizbala biztos nem akarja ezeket a dolgokat. És az elképzelés az, hogy Irán ölbetett kézzel fog ülni, és hagyják, hogy Amerika képítse ezt a, tudom én, ez kicsit olyan, mint amikor ilyen pesgős poharakat teszünk egymásra, és beletöltjük a pesgőt, hogy beleke, bele, bele, belekerüljünk a Guinness a rekordok könyvébe, vagy hány pesgős poharat sikerült egymásra laknunk. Igen, valószínűtlennek tűnik, hogy egyetlen ilyen játékos se rúgjon bele ebbe a, ebbe a pohártoronyba, amit a Biden adminisztráció próbál egymásra lakni. Tehát ez, ez, ez Biden, a Bideniknek az elképzelése, és az izraeli belpolitikai szférába is bevetettek mindent, hogy a kormányt vagy megbuktassák, vagy meggyengítsék, és egy olyan kormányt ö, hozzanak pozícióba, amelyik kényelmesebb lesz mondjuk az amerikaiaknak, és az egyetlen megfontolás itt nem Amerikának a geopolitikai érdekei, hanem a, a Biden újraválasztás elősegítése. Hogy ez, ezért ez a régió milyen árat fog fizetni utána, azt, azt mindenki el tudja, el tudja, képzelni. Utolsó kérdésem, a a béketervére vonatkozna. Trumpnak van egy béketerve, ez drasztikusan más az a terv, ez a béketerv, mint a, amit most felvázoltál a mostani amerikai adminisztráció gondolkodása? én úgy gondolom, hogy egy gyökeresen, gyökeresen más dolog. Először is a, a, a hozzáállása Trump elnöknek ehhez az egészhez, az ö, ö, egyszerűen az érdekeken alapul. Tehát a, megpróbálták megvizsgálni azt, hogy mi az a, mi az a, a, a konstrukció, az a biztonsági architektúra, amelyik egy tartós, egy tartós és fenntartható modus vivendi tud kialakítani Izrael és a palesztinok között. És ennek lett a végeredménye ez a Trump béketerve egy térképpel, és egy hatalmas gazdasági támogatással a palesztinok számára. Tehát ez, ez lett volna az, a, az az elképzelés, amit, ami, ami, amivel Trump megpróbálja megoldani ezt a problémáját a közelkeletnek az izraeli palesztin konfliktust, és a, a másik dolog pedig egy igen, igen vad ötlete volt Trumpnak. Tehát Obama elnöktől, Obama elnökkel ellentétben ő úgy gondolta, hogy az okos reálpolitikai gondolkodás azon alapul, hogy a szövetségeseinket támogatjuk, az ellenfeleinket gyengítjük, mikor az jelen felünk nagyon elpimaszódik, mint Kassem Szulimáni, akkor azt megöljük, és kész. Tehát ez, ez, Trumpnak az elképzelése. Ezzel szemben az amerikai demokraták kicsit úgy álltak a dologhoz, mint, mint egy, tudom, mint egy ilyen közönségszervező egy chicagói nyomornegyedben, ahol vannak a portorikóiak, és vannak a feketék, és akkor a, a legrosszabb gyereket kell, tudom én, megtenni felelősnek a portori, portorikói csoport között, fölött, és a, a, másik csoport fölött is a legrosszabb gyereket kell megtenni felelősnek, és akkor valamilyen egyensúlyt kell létrehozni a két csoport között. Nagyjából ez, ez, ez most egy karikatúra, igen. Tehát nagyjából ez volt az Obama adminisztrációnak az elképzelése, és most a harmadik a, a harmadik ö, ö, Obama adminisztrációt látjuk Biden elnöknek a, a vezetése alatt, és ugyanez a, ugyanez a felfogás érvényesül. Tehát ez a különbség a két tábor között. Trumpnál látunk egy klasszikus geopolitikai gondolkodást, és Obamánál pedig egy ilyen, egy ilyen déli, báb, déli bábos, ilyen terápiás, ö, ö, szociális munkás ö, gondolkodásmódot, hogy hogyan kéne ezt a, ezt a közel-keleti konfliktust kezelni. Azt gondolom, hogy okosabbak lettünk stratégiai szempontból mindenképpen, már csak a műsor címe miatt is. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Robert Cikászának, és egy dolgot tudunk mondani, hogy folytatjuk, meg szeretnénk folytatni ezt a közelkeleti, magyarázó, megértő dolgot, hiszen nagyon sok minden a mi régiónkban is ebből következik. Robert, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre által. Nagyon szívesen a viszontlátásra. És köszönjük szépen, és ne feledjük, a műsorunk nem ért véget, hiszen Európai Uniós különkiadással folytatjuk, ebben pedig Fodor Gábor lesz a vendégem. Azonnal jövünk. Nyilván jóra való, de hát könyökvédős bürokraták vannak az Unió élén. Tehát nincs politikai vezetés, nincs politikai vízió. Én kaotikusnak látom egyébként az európai politikát és az európai politikai irányvonalat. Ez egy érdekes európa parlamenti választás lesz, és a Magyar Péternek hozhat mandátumokat. Van ilyen, hogy hogy józan, Csak azért is. És, józan és racionális érvekkel... Sem tud az ember semmilyen módon hatni, mert van egy tömegpszichózis. Politikailag értékelhető dolgokat én nem nagyon látok a részéről. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. És folytatódik is a stratéga méghozzá az Európai Uniós külön kiadással, vendégem pedig Fodor Gábor. Szervusz, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Örömmel, és én is köszöntelek téged is, és a hallgatókat is. EP választás, ez lenne a témánk, a nagy témánk, uh, nyilván nem véletlenül a közelgő június 9-i eseményektől. Uh, az első kérdésem, uh, az egy leti provokatív kérdést tennék fel először, hogy számít-e az LP választás? Van-e értelme, van-e tétje az LP választásnak szerinted? Van, mindenképpen van, több okból is. Egyfelől, hogyha a nemzeti oldalról nézzük, tehát hogy az egyes országokban a nemzeti választásokhoz képest van-e értelme? Igen, van, mert azért ez is egy megmérettetés. Igaz, hogy inkább olyan szimpátia szavazásként szoktuk számon tartani a politikában tehát nincs olyan tétje, mint mondjuk egy nemzeti választásnak. Általában a választók is így viszonyulnak hozzá, tehát hagyományosan alacsonyabb a részvétel, mint a nemzeti választásokon, van, ahol egészen alacsony, ez ugye országonként változik. És, és azért a tét is egy kicsit más, mert a szavazó nem arra gondol, hogy most el tudom-e azt, hogy XY, aki a különböző pártoknak a listáját vezeti, mert hiszen itt listás szavazás van, Arról el tudom-e képzelni azt, hogy ő jól tudja irányítani az országot? Tehát nem ez a, a, a szavazóba fölmerülő dilemma, hanem úgy körülbelül politikailag mit gondolok, milyen a politikai pártszimpátiám. Nagyjából ilyen típusú szavazás. Úgyhogy ez a nemzeti része. De aztán az európai oldalról pedig van egy másik típusú értelme és jelentősége szerintem, hogy látjuk azt, hogy hogy mondjuk az elmúlt évtizedekben folyamatosan az Európai Parlamentnek a szerepe változott és nőtt is. És ma ugye Magyarország, ahol most ugye olyan kormányunk van éppen, amely az elmúlt években folyamatosan konfliktusban volt az Európai Unióval, lehet ezt így mondani, mert az Európai Bizottsággal is volt konfliktusa, a Bírósággal is, és a Parlamenttel is. tanácssal nem. Így van, a tanácssal nem talán. Tehát nagyon sok európai intézménnyel, és ebben az Európai Parlament az egyik szereplő volt. Tehát az Európai Parlamenttel, ahol ugye a hírek szerint ezen a héten is lesz majd napirenden Magyarország. Mondhatjuk -e a legfőbb szereplő? ebben A, a konfliktus vitálban? sorozatban? Uh -huh. Igen, ezt nyugodtan mondhatjuk. A legtöbb konfliktus az Európai Parlamenttel volt, ezért Magyarország szempontjából meg különösen nem mindegy szerintem, hogy ott mi történik. Bár tudjuk, hogy korlátozott a hatáskör az Európai Parlamentnek, de mégiscsak ez egy fokkal jelentősebb, mint volt 10-15 évvel ezelőtt. Ugye most nem csak LP választás lesz, hanem önkormányzati választás lesz. Melyik a fontosabb szerinted a, a kettő közül? Önkormányzati vagy LP? Hát nézd, a, mondjuk 20 évvel ezelőtt az önkormányzati egyértelműen, amikor beléptünk az Unióba, egyértelműen fontosabb volt. Ma már szerintem azt kell, hogy mondjam, hogy egyenlő fontosságúak. Részben azért, mert változott az önkormányzatoknak jogköre. Tehát az az önállóság az önkormányzatoknak, ami még megvolt a 2000-es évek elején, az ugye az Orbán kormányok alatt a 2010-től kezdődően azért az az szűkült mindenképpen, tehát az önállóság. Ma a kompetenciája egy önkormányzatnak, egy testületnek jóval szerényebb és jóval kevesebb, mint volt korábban. Másfelől meg a másik oldalról meg növekedett az Európai Parlamentnek a kompetenciája, tehát a befolyása, a lehetősége, hogy beleszóljon bizonyos döntésekbe. És azt gondolom, hogy az embereket is jobban érdekli az európai politizálás. Tehát nem tudom, hogy mondjuk feltétlenül más országokban mi a helyzet, mondjuk nyugat-európai országokban, hogy mennyire került ez előtérbe, de szerintem itt Közép-Európában, Magyarországon különösen, mondjuk a lengyeleknél például, ott ugye nagyjából ismerem a terepet, ott nem érdekes túlzottan továbbra is az európai parlamenti működés, de Magyarország a sorozatos konfliktus miatt szerintem olyan helyzetben van, hogy a, a magyar választópolgár is, Sokkal többet tud erről, sokkal több véleménye van, vagy sokkal többször fogalmaz meg véleményt az Európai Parlamenttel kapcsolatban, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt. Meg jobban benne is van talán a közbeszédben, meg a közgondolkodásban az európai vita. De örülök neki, hogy már az elején felhoztad, ugyanis én olvastam tőled több cikket is az elmúlt időszakban. És volt egy, ami különösen felkeltette az érdeklődésemet. Úgy fogalmaztál, hogy valójában a legfőbb problémánk az együttműködési készségünk hiánya, a kooperáció kultúrájának történelmi mértékű gyengesége a Kárpát-medencében. Mindaz, tehát amit edd, amiről eddig beszéltünk, illetve ez az a állásfoglalásod. Szerinted itt a, ebben, hogyha most le akarom szűkíteni az LP és Magyarország közötti vitára, vagy LP és magyar kormány közötti vitára akkor kiadta ne az első lövést, vagy ki az összeférhetetlen, mert azért nekem nem úgy, sokan ugye egyik oldal azt mondja, hogy, hogy, csak az egyik, másik oldal azt mondja, hogy csak a másik, de azért van egy egymásra hatás, és most már azt látszik, hogy sikerült átlépni egy olyan pontot, amikor már nagyon nehéz, most nyilván magyarként Magyarországon az Európai Parlamentben úgy gondolkodni, mint egy partner. Hát nagyon nehéz ezt megtalálni, hogy ki volt szerintem az elején, tehát hogy ez a klasszikus történet, hogy a kocsmában kiütött először, amikor már verekedés van, mert itt azért már van egy verekedés, sajnos azt kell, hogy mondjam, Magyarország és az Európai Parlament között. Nehéz, mondom, kibogarászni. Az biztos, hogy, hogy valahol ott a 2010-es évek elején kell ezt keresnünk, hiszen ne felejtjük el, hogy Orbán Viktor mielőtt miniszterelnök lett volna 2010-ben, előtte hosszabb ideig aktívan részt vett az integrációs politikában, vezette is azt a bizottságot, amelyik a parlamentben az európai integrációért volt felelős, elkötelezett volt emellett teljes merszélességgel, és ilyen értelemben nagyon jól ismerte személyesen is az európai vezető elitet, politikai elitet. az nem, nem a miniszterelnök változott meg egyik pillanatról a másikra azért változhatott a felfogása szerintem uh -huh. a tekintetben, hogy 2010-ben Magyarország nehéz helyzetben volt, amikor ő átvette a kormányzást, mert ugye azért is nyert a Fidesz kétharmaddal, hiszen egy, volt egy politikai és volt egy gazdasági válság egyszerre. Tehát volt, ráadásul ennek volt egy nemzetközi szintje, a 2008-as válság, hiszen akkor ennek még a hatásai jelentősen itt voltak, és Magyarországnak volt egy speciális belső válsága, ami elsősorban a Gyurcsány Ferenc kormányzás miatt alakult ki. Ami ugye annyira elveszítette a hitelét nemzetközi szinten is, hogy ott váltani kellett, és ezért Bajnai Gordon volt az utolsó miniszterelnök, aki valamit visszaszerezett ebből a hit, elvesztett hitelből. Bocsánat, egy pillanatra agyakasszalak meg, hogy ezzel azt mondod, hogy nem azért volt szükség a váltásra, mert belföldön itthon elvesztette Gyurcsány Ferenc a hitelét, hanem azért, mert külföldön veszítette el. Mind a kettő. Belföldön hát. is, meg külföldön is, de valójában a külföldi kapuk. Csak, kap... csak már jóval hamarabb elvesztette belföldön, azért jóval kérdezem. Jóval hamarabb, így van, de hát a külföldi kapuk is bezárultak és a 2008-as válság az annyira a padlóra küldte Magyarországot a már létező belső gazdaság és politikai válsággal, hogy nagy szüksége volt a külföldi segítségre, és ezt a külföld nyilvánvalóvá tette, hogy Gyurcsány Ferencnek nem fogja megadni. Tehát ez, ez egy lényeges pont volt. És ma megadná? Hát az, az, egy, az egy külön történet. Szerintem a más a helyzet, de nagyon sok helyen azért nem változott az ő megítélése, de szerintem nincs az a, az a rendkívül negatív kép róla, mondjuk a nemzetközi szinten, mint ami volt korábban. Tehát az megváltozott, de nem gyökeresen. De visszakanyodva arra, amit szerettem volna mondani, szóval azért hoztam fel ezt a dátumot, mert ott, a, az Orbán kormány olyan helyzetben volt, amikor, amikor kéréseket fogalmazott meg az európai intézmények irányában, mondván azt, hogy szeretnék talpra Magyarországot, ez természetes minden kormánynak nyilván ez a célja, a frissen megválasztott kormánynak is ez volt a célja. Itt kérnek egy, egy engedékenységet a Maastricht, az úgynevezett Maastricht kritériumoknak a betartásá esetében, tehát költségvetési hiány és egy átmeneti engedékenységet. Így van és ezt nem kapták meg. És ezt nem tartom kizártnak, hogy ez, ez, egy jelentős változást okozott a kormány gondolkodásában. Az más kérdés, hogy így összességében azt gondolom, tehát most az utána következő bő 11 néhány évre előre tekintve, hogy, hogy hibáztatható az Európai Unió is, és hibáztatható a magyar kormány is azért, hogy kötötte az ebet a karóhoz bizonyos ügyekben. De én azt gondolom, hogy Magyarországnak azért több kompromisszumot kellene tennie, már csak azért is, mert, mert mondhatnám ezt hasonlata, az oroszlán bajszát húzgáljuk, tehát azért mégiscsak az Európai Unió a NATO-val együtt számunkra nagyon fontos szövetséges, nagyon sok lehetőséget kapunk tőle, az ország fejlődésének kulcs szereplői, tudnunk el nekünk néha hátra lépni, néhány lépést azt gondolom. Mindkettő szereplő oroszlán, mert az Európai Unió mint egy kicsit ilyen döglődő oroszlán lenne az elmúlt időszakban. Hát nézd nincs ereje teljébe, ebben neked teljesen igazad van, de azért továbbra is nagyon fontos világpolitikai tényező, tehát ne felejtjük el gazdaságilag, politikailag, még katonailag, és még akkor is, hogyha gyenge katonailag. De azért egy nagyon fontos tényező. Ő erre sokszor szoktam példaként említeni, hogy nem véletlen, hát mit látunk a hatalmas menekült hullám, amely a világban létezik. Lényegében két fő célpontja van, az Egyesült Államok és Európa természetes, mert ez a két ország az, ahol az emberek élni szeretnének, ahova jönni akarnak. Tehát nem Oroszországban, nem Kínában menekülnek természetesen, hanem ide szeretnének jönni. Tehát az uniónak még most is hatalmas vonzereje van, hm. akkor is, hogyha természetesen az uniós országok, ugye belegondolunk a francia dicsőség, a Nagy-Britániának a korszakában, amikor lényegében a világnak meghatározó hatalma volt, de ugye ez azért a 18.-19. században kell keresnünk elsősorban. Szóval Hogyha ezekbe belegondolunk, valóban Európa meghatározott ma már, ez egyáltalán nem. 20. században is csak nem szívesen emlékszünk ezekre az évekre. Hát <laughs> így van, nem akarom elviccelni, persze. Persze, persze. Hát a 20. század elején még sajnos így volt, ezt mi nyögtük is, így van, Trianonnal és egyebek. A világháború csak előtt mindenki kirobbantani. Igen, igen, így van. Szóval, summa summarum, Európa ma már közel sincs ilyen jelentős a világpolitikában, mint volt, de máig is, meg, főleg így egységesen, tehát mint Európai Unió, máig meghatározott tényező, azt azért ne felejtjük el. Európának a globális térben való szerepéhez az EP választás hozzájárul szerinted? Ez a mostani EP választás? Hát olyan értelemben hozzájárulhat szerintem, hogy helyenként az ember az európai parlamentnek a munkáját tekintve tényleg az az érzése, hogy, hogy születnek deklarációk mindenféle megalapozottság nélkül, és nagyon sok színű az LP ténykedése. Néha a hajunk szála áll, néha meg a kalapunkat megemeljük előtte, hogy, hogy tényleg le a kalap, lesz helyes és jó dolog volt, amit csináltak. Szóval nagyon sok színű és nagyon eklektikus, talán így fogalmaznék az Európai Parlamentnek a működése. De ezzel együtt azért fontos szereplő az európai egységnek a kialakításában, még akkor is, hogyha azért azt nem árt leszögezni, hogy a meghatározó politikai tényezők Európában ma a tanács és a bizottság. Tehát az Európai Parlament csak ezután következik. Na most a, a lényeges-e a választás? Lényeges, mert ezzel együtt azért ebbe az eklektikus működésben is nem mindegy, hogy mik a domináns politikai vonalak. Ha valóban az fog bekövetkezni, amit sok ö, politikai elemző prognosztizál, hogy lesz nem lesz áttörés és nem lesz jelentős változás, de lesz egy pici hangsúlyeltolódás, inkább a konzervatívabb erőknek a megerősödése irányába, amely inkább egy, egy racionálisabb, kiszámíthatóbb, a radikális a lépésekkel szkeptikusabb Európát jelentene, többek között a, a migrációban egy, egy határozottan Európát védőálláspont alakulhatna esetleg ki, és részben a gazdasági kooperációkban, együttműködésekben, a kína politikában, oroszokkal való, Bármi konfliktus, tehát ö, kooperáció, vagy esetleg konfliktusvállalás ügyében konfliktus is. Konfliktus van. Konfliktus az van, így van, de ugye itt most elsősorban gazdaságilag gondolom, uh -huh. mert ugye a NATO a katonai konfliktusnak a szintere, és reméljük, hogy ilyen nem lesz. Szóval ezeken a területeken azt gondolom, hogy hogy azért az Európai Uniónak van keresni valója, és az Európai Parlamentnek az erőviszonyai befolyásolhatják az ilyen típusú európai álláspontokat. Az Európai Parlamenttel kapcsolatban az előbb úgy fogalmaztál, hogy remélem, hogy pontosan tudlak idézni, hogy az Egységnek, az Európai Egységnek az egyik fontos alkotója, vagy nem is alkotója, hanem előre mozdítója. Biztos, hogy ez az Európai Parlament, most így az előző Európai Parlamentre gondolok, az Európai Egységnek az erőmozdítója, mert azért. Nagyon sok olyan lépésük volt, nem csak Magyarországgal, nem csak Lengyelországgal szemben, ami úgy történt, mintha direkt öntenék az olajat a tűzre, és direkt keresnék azokat a pontokat, amivel biztos hogy nem vannak a tagállamok egyetérteni, saját arra fókuszálnak, hogy mi az, amiben létre tudunk hozni, mint hogy a korábbi évtizedekben működött az LP meg az európai döntéshozatal. Most, mint hogyha levetkőzték volna, és hogy akkor mi megmondjuk, hogy merre kell menni. Ez valami változás, aránytévesztés, szereptévesztés, vagy, vagy szerinted továbbra is az egység érdekében dolgoznak? Ez szerintem abból következik, hogy az Európai Parlamentnek valójában nincs definiálva rendesen a, a hatásköre, illetve hát van egy hatásköri leírása, de hogy közben ugye az élet átírja ezeket. Tehát ha az, amit Európá, ahogy változik, fejlődik, ahogy egyre több tagállam jelenik meg, ugye hiszen ugye most 27 tagállamról beszélünk, de remélhetőleg fel fognak venni nem sokára új tagállamokat. Ugye a brittek itt voltak, kiváltak, sajnos, az ugye ez egy nagy probléma Európa számára szerintem. Szóval ezzel együtt itt azért ugye sokszínű Európa ezekkel a tagállamokkal, de a tagállamok létszámának a feldúzadása az óhatatlanul és ezeket a szervezeteket, amikről beszélünk, Európai Bizottság, Európai Tanács és Európai Parlament ezeknek a hatáskörét változtatja. És azért van egy természetes módon valami hát egyfajta hatáskörkeresés vagy bővítési szándék minden szervezetben, és ezt látjuk, hogy ugyan van leírva, van definíciója annak, hogy az Európai Parlamentnek mi a hatásköre, de az Európai Parlament természetesen keresi azokat a lukakat, ahol ő azért meg tud jelenni, aktívabban jelenni. Talán csak az LP meg az EB részéről, parlament és bizottság részéről van az a tagállamokat képviselő tanács, meg az Európai Tanács, mint nem terjeszkedne nagyon. Nem, valóban ott nem látunk hatáskör terjeszkedést, de mondjuk azért az, hogy a, Tanácsnak is bizonyos döntései, azok hogyan viszonyulnak a bizottság döntéseihez, tehát tanács-bizottság hatásköri konfliktusok is azért vannak, ugye erre az elmúlt hónapokban is például előterjesztések kapcsán napirenden szerepelnek ügyek, nem szerepelnek napirenden bizonyos ügyek, tehát itt már kiderült, hogy vannak egyre komolyabb viták vannak, és ez azért a bizottság és a tanács közötti vitát is jelenti. Tehát, hogy azért van valóban, ez nem csak a bizottság oldaláról jön, hanem a, mondjuk a tanács valóban nem akar túlterjeszkedni, hogy te mondtad, de láthatóan az, azért a a tanácsnak a szerepét is, amikor örökké fölmerül például a vétó kérdés, hozzátenném. Tehát ilyen értelemben a tanácsnak a szerepe körül is azért van vita. Sokat, meg sokszor elmondják, hogy korábban nem volt szükség vétóra, mert hogy nem jutottak fel olyan magas szintre ezek a viták, meg ezek a döntések, ma a szinteken, hogyha nem tudtak egyetérteni, akkor ezt így el tették, és azt mondták, hogy akkor nézzük az egyetértést. De most nem is ez a talán lényeg, de nyilván reagálj, ha, ha gondolod, hanem ami szerintem érdekes, főleg az a kapcsolatban, amit elmondtál, az az, hogy, hogy mindez, ami történik most Európában, ez szükségszerűvé teszi akár a következő ciklusban azt, hogy a szerződésekhez hozzányújunk, mert ugye azt mondtad, hogy folyamatosan változik, de hát ilyen van egy pont, ami néha nem lehet tovább menni, mert a szerződések mégiscsak adnak egy keretet. Elértük Én... a kereteknek a véghatárát? Én kaotikusnak látom egyébként az európai politikát és az európai politikai irányval. Szerintem ezek nincsenek tisztázva. Ugye annak idején, évekkel ezelőtt Emmanuel Macron, francia elnök kezdeményezte azt, hogy találjuk ki Európát, és elindított egy ilyen, egy ilyen minek nevezzük ezt beszélgetés sorozatot, vagy tanácskozás sorozatot. A híres Erre Európa beszéltek, mondasz hogy a szorban azt hiszem. Igen, igen, igen. igen de azért nem látom, hogy ennek a nagyon komoly eredménye lett volna. Önmagában a kezdeményezést nagyon jónak találom, mert hogy szerintem nincs kitalálva jelen pillanatban, hogy, hogy mi van. Az az európai struktúra, amiről mi is beszélgetünk itt idáig, azért az, az 20-30 évvel ezelőtt Európára méretezték elsősorban. Tehát, hogy itt, itt azért kellene... Bocsánat, méretre vagy kihívásokra? Mind a kettő. Méret is, meg kihívás is szerintem. Tehát itt azért kellene új dolgokat találni, és új dolgokat behozni a képbe, mert közben a világ változik, ahogy ugye sokan fölvetik, a beszélgetésbe, te is utaltál rá, hogy Európának a szerepe már más, politikai, is újja, és gazdaság is úja, mint ami volt, még akkor is, hogy most is nagyon jelentős, és most is meghatározó a világban. Szóval szerintem ehhez kellene mindenképpen új, új gondolatok, és valahogy tisztázni kellene azt, hogy valahogy nekem az az érzésem, hogy mivel ez nincs tisztázva politikailag, most nagyon leegyszerűsítve mondhatnám azt, hogy nincs politikailag vezetve Európa. Egyébként ez még leginkább Angela Merkel idején volt meg az utóbbi időszakban. Azóta nincs. Egyáltalán. Ez jó vagy rossz szerinted, hogy nincs vezetve? Rossz. Szerintem egyértelműen rossz. Azért rossz, mert, mert így a különböző szervezetek, tehát elindul egy, amiről előbb beszéltem a parlament részéről, elindul egy, egy bürokratikus önmozgás. A szervezeten belül, ahol elkezdi saját maga, úgy a bizottság, a parlament, úgy megtalálni a hatáskörét, próbál kitölteni bizonyos bizonyos lukakat, űröket, és ez nem feltétlenül jó, mert azért jó lenne, hogyha itt lenne egy politikai irányvonal, amiben meg tudunk egyezni közösen. Ha már ugye hivatkoztál arra, hogy ugye én mondtam a, az együttműködést, a kooperáció itt. fontosságát, ez vonatkozik ugye a magyar belpolitikára is, de vonatkozik nekünk kifelé is, ilyen értelemben fontos szabályként. Felszoktam erre hozni, például most tegnap láttam a, a Nemzeti Galériával egy nagyszerű kiállítást Budapest aranykora. Színmel, uh -huh. amit most megtaláltak, 500 képeslapot Dresda mellett, és nekünk adták ezeket a képeslapokat, amiket 1900-es évek elején készítettek Budapestről, és egy nagyszerű kiállítás volt ennek kapcsán, és valóban az osztrák-magyar monarchia, ez a periódus, tehát a kiegyezés utáni időszak az aranykorra volt Budapestnek, hogy a kiállítás neve is mutatja. Eszeveszett fejlődése nem csak Budapestnek, egész Magyarországnak ehhez kötődött, és azért, mert ez a legszebb szimbóluma annak szerintem, hogy végre ott az egy olyan periódusban voltunk, amikor megtaláltuk ezt az együttműködést, a kooperáció hangját, akkor rájöttünk arra, hogy nekünk érdekünk, Ausztriának is érdeke volt Magyarországgal együttműködni, Magyarországnak is érdeke volt Ausztriával együttműködni, és megtaláltuk azt a módus vivendit, aminek eredményeként lényegében, amiről beszélünk Budapesttel kapcsolatban, a modern Magyarországgal kapcsolatban, akkor teremtődött meg. Tehát egy leírhatatlan szavakban szinte nehéz belefoglalni, milyen robbanásszerű fejlődésen mentünk keresztül. És egy fantasztikus időszak volt most. Ugye nekem a legfőbb kritikám a mostani kormánypolitikával kapcsolatban is, hogy amióta az Európai Unió tagjai vagyunk, ugye mindenféle nehézségekkel küzd az Unió, amit amiről idáig beszélgettünk, de mi a többi uniós országhoz, azon uniós országhoz, akik hasonló helyzetből jönnek, mint mi, tehát orosz megszállásból, a posztkommunista uh -huh. időszak van mögöttünk. Szóval. Ebből a, a nehéz helyzetből jövünk, tehát a függetlenségünket elvesztettük az oroszok által, és utána a kommunizmus után kell valahogy talpra állnunk. Ezekhez az országokhoz viszonyítva viszont nem tudjuk jól kihasználni a lehetőségeinket. Tehát mi az élvonalból folyamatosan csúszunk vissza, és ez nincs rendben, és ez szerintem azért van, mert nem találjuk meg az együttműködés hangját. Tehát ilyen értelemben nekünk nagyon fontos lenne, hogy az Unióban is tisztázódjanak ezek a viszonyok, mi, mi is könnyebben tudnánk tisztázni a viszonyunkat az Unióhoz, hogy pontosan mit várunk tőle, mert szerintem az együttműködés az Magyarországnak, ahogy ez a, ez a periódus is mutatta, a 19. század vége, 20. század eleje, az óriási erőket tud adni. Ha mi azt elfecséreljük az egymással történő harcra, vagy az Unióval történő harcra, akkor abból nem fogunk gyarapodni úgy, ahogy kellene. Két kapásból két dologra hadd kérdezzek vissza, amit mondtál. Az egyik az Angela Merkelnek a ténykedése, uh -huh. és másik pedig azt mondtad, hogy, hogy, ő volt a vezető karakter. És mióta hiányzik a vezető karakter, azóta az intézmények versengenek. Na most itt egy hadd ez a Juncker bizottság ezt a hatás kiterjesztést még Merkel időszakába kezdte el. Nyilván lehetett tudni, hogy Merkel nyugdíjba fog vonulni. De a, az igazi kérdésem ezzel kapcsolatban az az, hogy, hogy akkor szerinted szükség lenne egy személyre? Vagy egy tagállamra? Vagy mire? Tehát, hogy mondtad, hogy a központi vezetés, vagy központi karakter hiányzik. A Merkel egyszerre Igen. volt egy tagállam, meg egy személy is nyilván, tehát, hogy Németországot képviselte, most nyilván valószínűleg a nem a ciprusi vezető fogja meghatározni, mert az EU-nak az irányát. Igen. No, hát szóval, szerintem az egy baj, hogy tehát, hogy a, ugye a Merkeli példám maradatája így érthető lesz, hogy pontosan mire gondol. Tehát Angela Merkel formálisan nem volt az unió vezetője, ahogy te is utaltál rá. Mert hiszen például volt a Juncker bizottság közben. Tehát Jean-Claude Juncker ott vezette az Európai Bizottságot. Mégis, bárkit megkérdeztél a világban, hogy Európának ki a vezetője, azt mondta, hogy Angela Merkel. És nem az, hogy Jean-Claude Juncker. És bocsánat, ez azért, mert Angela Merkel Angela Merkel, vagy azért, mert Angela Merkel volt éppen a német kancellár? Hát logikus is egyébként, amit mondasz, hogy Németország a legjelentősebb gazdaságilag és politikai súlyát, népesség arányát tekintve is az Európai unióba, Ilyen szempontból logikus lenne, hogy a német kancellár legyen a meghatározó az unióba. Na de hát látod, mennyi múlik a személyiségen. Hát hogy az a jelenlegi kancellár Olaf Scholz nem tud megfelelni ennek. Tehát senkinek nem jut eszébe, hogy Olaf Scholz azt gondolja, hogy az unió vezetője. Hát még jó indulata még Németországban sem tud megbirkózni, nem hogy az unióval. Tehát Angela Merkel azért más volt, más helyzetben is volt nyilván, de más kaliber is volt e tekintetben. Szerintem szükség lenne arra, hogy legyenek politikai vezetői az uniónak. Nem tudom, hogy ezt formalizálni kell-e, mert Angela Merkel uh -huh. nem volt formálisan az, mégis egyértelműen a, ő volt a meghatározó egyébként a, az Európai Unió politikájának a formálásában. Megjegyzem, ráadásul nekünk magyaroknak azért is volt jó, mert emlékezünk rá, hogy amíg ő volt, amíg Merkel kancellár volt, addig folyamatosan arra törekedett, hogy minden országgal kompromisszumot kössön az Unió. Tehát ne legyen olyan harc, mint ma, jelen pillanatban például Magyarországgal, Angela Merkel mindig valamilyen módon igyekezett egy olyan kompromisszumot találni a végén, amiben Magyarország is benne van. Tehát ilyen értelemben nekünk ez a magyaroknak is jó volt, de másoknak is. Egy nagy témája volt, vagy egy nagy hibája volt az a migráció kérdése, ahol nem kereste a kompromisszumot. És sokan azt is mondják, meg én olvasgattam ezzel kapcsolatban német véleményeket, és meglepő jó volt Merkelnek ez a lépése, hogy, pont ebben a kérdésben nem kereste, mert amúgy minden más kérdésben megkereste a kompromisszumot. Igen, hát ezt nyilván az Angela Merkel kutatók, vagy az ő személyiséget, vagy az ő életrajzát jobban ismerők tudják majd megfejteni, hogy miért következett be. Azt gondolom, hogy valószínűleg itt egy jelentős szempont lehet az, hogy ő azért egy keletnémet német evangélikus családból származott. Tehát egy, egy olyan családban, ahol az, ahol az édesapa evangélikus lelkész, ott más a viszony ezekhez a kérdésekhez, hiszen egy, egy tradicionális német evangélikus családban, nagyon sok hely még most is egy ülőhelyet az asztalnál üresen hagynak, hogyha véletlenül vala egy vándor betér, annak legyen helye. Ugye ez évszázadok óta egy hagyomány. Tehát, azért a, ebben felnőni, az azt jelenti, hogy nem azt fogja végig gondolni, hogy most Istenem itt kultúrák találkozása lesz és csatája lesz, és ez jót tesz-e hosszú távon a német társadalomnak, hanem azt. Mert lesz... tudta, hogy nem. Mert előtte nem... már évekkel ezelőtt elmondta, hogy a multikultinak vége, és hogy nem vezet sehova. De ő azt látta, hogy háború elől menekülő, szenvedő uh -huh. emberek vannak, és az elsődleges emberi parancs az, hogy segíteni kell. Szerintem ez volt ez nála a motiváció, uh -huh. de mondom, én nem vagyok szakértője Angela Merkelnek, tehát ez csak én gondolom így. Lehet, hogy akik jobban ismerik, közelről azok azt mondják, hogy árnyaltabb a kép, vagy más is szempont lehetett, de az a gyanúm, hogy itt ez egy lényeges szempont volt. Na de visszakönyöd a politikai vezetése, én emlékszem, hogy annak idején a 2000-es évek elején, amikor Tony Blair befejezte a tevékenységét, angol miniszterelnökként, akkor föl, fölmerült az, hogy ő legyen például bizottsági elnök. Én annak is örültem volna, hogy, tehát, hogy politikai vezetés legyen. Hát te nyilván hát értesz a politikához, és művelt vagy eltérjen, és hogyha azt mondom neked, hogy Herman von Römpöly, akkor te fogsz emlékezni rá. Na de ki emlékszik rá most rajtunk és kívül? kívül őszintén ki szóval... a kicsoda, igen. Hát így van, tehát hogy, hogy, azért ez borzasztó, hogy, hogy, hogy nyilván jóra való, de hát könyökvédős bürokraták vannak az unió élén. Tehát nincs politikai vezetés, nincs politikai vízió. Politikai vezető azért kell, hogy legyen politikai vízió. Tehát ne azon gondolkodjon csak pusztán, vagy ne azon törje a fejét, hogy most egyébként a különböző bizottságokba, albizottságokba, és nem tudom milyen bürokratikus csetepatékba hogyan tudok így lépni, úgy lépni, hanem arra gondolja, hogy mit szeretnék látni az Unióval kapcsolatban 10, 20, 30 év múlva. De ez egy vita kérdés is, nem? Hogyha visszagondolsz, hogy a Macronnak a szorbon beszédére utalták korábban a nagy Európa beszédre, hogy akkor utána volt egy nagy adókapuk köztem, meg a magyar miniszterelnök között is. Hogy picit úgy tűnt, hogy külső szemlőnök, de mind a ketten élveznék azt, hogy, hogy ők most Európa két nagy gondolkodója. Mert mindenki tudta már akkor, hogy Merkel nyugdíjba fog vonulni, és mint a már menne így a helyezkedés, meg a versengés, meg azért láthatta az elmúlt időszakban is, hogy a két vezető a vitákányra az alapvetően elég jól kijön egymással. Mert ő mind a kettőnek van, és Orbán Viktor is mondta van a még interjújában, hogy azért kedveli Macront, nem ért fel egyet nagyon sok mindenben, hogy van vízió, és nem egy víziómentes politikus. Szerinted most ők ketten, a, vagy van, van, még valaki, vagy lehet még valaki, aki beleszólhat itt Európának a következő öt évébe? Hát nagyon nem látok a színen olyat, aki, aki, komolyan beleszólhatna, és ez elég nagy baj is szerintem az európai politikai elétnél. Beszéltünk Olaf Scholzról, tehát az, hogy Németországban mi van, az egy komoly probléma. Szerintem Németország, már ugye említettem előzőleg a politikai súlyát, gazdasági súlyát tekintve lehetetlen dolog Németország nélkül mondjuk Európa viziót megalkotni. Tehát nyilvánvalóan kellene a németek részéről, hogy színre lépjenek olyan politikusok, akiknek van azért elképzelés a saját országukról és benne Európával kapcsolatban. Tehát Emmanuel Macronnak is ez az utolsó ciklusa, az nem szabad elfelejteni. Nem tudom, hogy utána mit akar csinálni. A bizottságjának meg lehet. Ön lehet. Jó lenne, hozzátenném. Tehát, hogyha olyan ember kerülne oda, még hogyha sokan vitatkoznak is vele, de akinek legalább valami elképzelése van arról, ahogy előbb is ugye említetted itt Orbán Viktor szavait, és akinek legalább valami elképzelése van arról, hogy erre hoztam én előbb Tony Blairnek a példáját, az szerintem nagyon jó lenne. Tehát én ennek örülnék, nem tudom, hogy a francia köztársasági elnökként azt gondolja, hogy ez megengedhető-e, hogy ő, hogy ő bizottsági elnök legyen, vagy sem. De minden esetre nagyon kell lennének politikusok az Unióba, és akkor itt visszakanyarodnék megint egy pillanatra az európai parlamenti választásokra. Tehát most valahogy úgy érzékelem, például, hogy ugye nem tudunk még azért mindent a hazai pártokkal kapcsolatban, hogy kiket küldenének az Európai Parlamentbe, de most az elmúlt múlt héten volt hír, hogy a Fidesz a listáját felállította, bár ugye még nem került a végső pecsét rá a párton belül, de nagy valószínűség szerint ez lesz. És azért annyi érdekesség van ebben a listában szerintem, hogy, hogy a korábbiakhoz képest sokkal inkább azt látom, hogy hogy mintha a Fidesz komolyabban venné az Európai Parlamentet. Uh -huh. Ezen a listán azt látom, mert hogy egy különböző területeknek a képviselői vagy szakértői jelennek meg. ő kevésbé politikai alapúan, vagy nagy politikai alapúan megközelítés, inkább azt mondta, hogy szakpolitikai alapúan megközelítés? Hát ugye volt az a rosszindulatú vélemény még a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, hogy az Európai Parlament az vagy a fiatal kezdőknek a területe, vagy temető azoknak, akik már nem akarnak a hazai politikában tevékenykedni, és ilyen értelemben... Vagy nem akarjuk, hogy a hazai politikában tevékenykedjenek, így Ugye ezt különösen németeknél szokták ezt a dolgot. Igen, és elküldik őket az Például Manfred Weberrel kapcsolatban ezt sokan mondják, hogy valójában tőle szabadulni akartak a bajorok. Igen, igen. Szóval ez volt az általános vélemény az Európai Parlamenttel kapcsolatban, és ez nem jó. Tehát, hogyha egyfő politikai temetőnek tekintjük, vagy pedig a, a, a zöldfölű tehetséges, tehetséges, meg lehetőség ugyan van már, de azért mégiscsak zöldfölű fiataloknak a kezdőpályája. Egyik se jelenti azt, hogy politikai súlya lenne. Most a Fidesz részéről úgy érzékelem, hogy minthogyha elkezdték volna úgy ezzel a lista összeállítással és úgy tekinteni az Európai Parlamentre, hogy ennek van politikai súlya. Tehát lényeges az, hogy legyen benne olyan ember, akinek van gazdaságpolitikai a affinitása, aki bizonyos külpolitikai kérdésekhez ér, aki a kisebbségpolitikában ott van. Tehát, hogy valahogy úgy látom, hogy most nem csak olyan alapon lett összerakva, hogy na most kit akarunk elküldeni itthonról, ahogy te is mondtad, és ki az, akinek most majd meglátjuk, hogy belerázódik-e, vagy sem, vagy oda kell tenni. Tehát nem ezt látom. Most jó, nyilván történt egy, egy, egy előre nem kalkulálható probléma ezzel a listával, nevezetesen az, hogy Varga Judit nincs rajta aki egy lényeges szereplő lett volna szerintem. Szóval ki nem kényszerített hiba valahogy Orbán Viktor így fogalmazott ezzel kapcsolatban, még az egész kegyelmi ügyjel kapcsolatban. Így van, így van, amit én olyan értemben sajnálok, hogy szerintem ugye itt két olyan, a kegyelmi ügyben két olyan női politikusát veszítette el a Fidesz, akik mind a ketten képzettek voltak, több nyelven beszéltek, nemzetközi szintéren szerintem megállták a helyüket, és ilyen értemben szerintem Varga Judit veszteség a Fidesznek, és, és így Magyarországnak is, mert nem mindegy, hogy ellenzéki oldalról és kormány oldalról milyen képviselőink ugye vannak. Ő egy személyben tudta a, a policy meg a politics, tehát hogy az a szakpolitika meg a nagypolitika világát is képviselni, mert ugye neki voltak brüsszeli tapasztalatai. Hát így van, és őszintén szóval én valahogy azt gondolom, hogy szerintem ő neki ez jobban is feküdt, vagy jobban mm -hmm. a, karakteréhez illett ez a nemzetközi szint, vagy a brüsszeli politizálás. És pont azért, amire te mondta, hogy komoly tapasztalata volt, volt. Szerintem ez a Fidesznek veszteség mindenképpen. Tehát ilyen értelemben ez a hiátus ott van ezen a listán, mert ő szerintem ott egy nagyon fontos szereplő lett volna. Valamelyik cikkemben írtam is, hogy én arra számítottam, hogy ő lett volna a bizottsági tagjelöltje is a Fidesznek. De hát ez majd kiderül, hogy, hogy ott kire fognak gondolni. Na, szóval szumma a szummárum a lényeget, tehát azt látom, hogy a Fidesz is egyre komolyabban veszi az Európai Parlamentet, és valószínűleg hogy el mögött van egy tendencia, tehát hogy egyre többen gondolják azt Európában, szerintem azért nem mindegy, hogy mi történik. Tehát most már ne politikai temetőnek tekintsük az Európai Parlamentet, hanem kezdjük el egy kicsit komolyabban venni, hogy azért mégiscsak ott mi történik, mégiscsak miről szól a vita, mégiscsak milyen döntések születnek. Tehát az nem szabad, nem jó dolog, azt úgy kezdjük, hogy beszélnek valamiről, úgy sincs jelentőség az egésznek. Szerintem Európa ennél ma már komolyabb. Tehát nem lehet így tekinteni egy testületére. Beszélgettünk az elején, mik a nagy várakozásaid, európai szintű várakozásait az LP választással kapcsolatban, és ugye elmondtad, hogy kisebb módosításokra ilyen módosítások számít, azt nagy átalakulása nem. Hogyha a magyar kampány, meg a magyar helyzet szempontjából nézzük, akkor mik a várakozásait? az azért, hogy most a Fidesznek említetted a, a szempontjait, de hát ugye látjuk, hogy az ellenzéki pártok is most így egy része igen tudja eldönteni, hogy most együtt induljunk, ne együtt induljunk, hogy célszerű, hogy nem célszerű, de megjelent itt egy a közelmúltban nyilván a kegyelmi botránynak egyfajta ilyen, nem tudom, termékeként, vagy melléktermékeként egy, egy új szereplő, Magyar Péter, aki a egy elég nagy tüntetést hozott össze, és eléggé egyértelműen jelezte, hogy ő szeretne elindulni az LP választáson. Igen, hát vele mindenképpen foglalkozni kell, valóban úgy van, hogy mondod, mert egyfajta tüntetés nagy volt, nagyon jelentős volt, nagyon régóta volt ö, ilyen hatalmas ellenzéki tüntetés Budapesten, ugye akármit is gondolunk Magyar Péterről, ö, ilyen értemben kalapot kell emelni előtte, hogy egy ilyet meg tudtak csinálni, és tető alá tudták hozni. Én, aki azért elég régóta csinálom, vagy benne voltam a politikában, pontosan tudom, hogy mennyi munka, mennyi szervezés és mennyi pénz kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen tüntetést meg tudjon csinálni. Úgyhogy ez egy nagy teljesítmény szerintem mindenképpen. Tehát akkor nem egy grassroot dolog alapvetően ez? Nem, mert hát ezt grassroot módon nem lehet megcsinálni, ez, természetesen ez sokat ez több. És sok ugye korábban ugye beszélt arról itt az elmúlt hetekben, hogy ez mikroadományok, meg hasonló, tehát hogy ilyen meg néhány millió barakták össze, de akkor ez nem tűnik reálisnak számodra sem. Hát én azt gondolom, hogy itt azért van egy tudatosabb szervezés. Nyilván azért is lehet ez sikeres, mert valóban van egy hullám, tehát egy felhajtó erő, ami, ami könnyebbé teszi ezeket a dolgokat, tehát nem kell hogy nem kínlódva fogdosni az embereket vidéken, mm -hmm. hogy jöjjenek, mert azok jönnek maguktól, na no, de azért mégiscsak meg kell szervezni, tehát kell egy színpadot felállítani, hangosítás technikát kell oda tenni, ennek időre oda kell érni, működni kell, hát láttam, hogy szövegolvasó is van felrakva a színpadra, ami hát aki ismeri ezt a műfajt tudja, hogy azt be kell gyakorolni, az ember kell, aki üzemeltesse, tehát annak óriási költségei van, minden, meg nem akarok a részletekbe belemenni, mi, akik ismerjük ezt a műfajt, ránézésre az ember tudja, kerül. ránézésre tudja, hogy azért ez nagyon nagy pénz, ami ott mozog hmm. természetesen, de ez most, tegyük félre ezt a részét, a, a, inkább a politikai hát részével a fog, kell a foglalkoznék, így hát ez természetes, így van. Egy, És egy ilyen rendezvényhez is kell a pénz, ez nyilvánvaló. Szóval én inkább az érdemi részével foglalkoznék a dolognak, méghozzá azzal, hogy ez egy óriási kihívás elsősorban az ellenzéki pártoknak, de a Fidesznek is, szerintem de döntően az ellenzéknek. Tehát itt a Magyar Péter megjelenése gyakorlatilag lenullázhat ellenzéki pártokat, most ah, úgy néz ki, ő, ugye nyilván azt zárva érdemes megjegyezni az Európai Parlament, a választásokon való elinduláshoz ő már nem tud pártot alakítani. Tehát ő csak úgy tud elindulni, hiszen ugye többször bejelentette, hogy el akar indulni. Most a tüntetésen is állítólag kellett volna jelenteni, de nem jelentette be hogy végül milyen pártal indul el. Tehát nagy valószínűséggel valamilyen pártal, egy alvó pártal, hiszen számtalan olyan párt van Magyarországon, amit bejegyeztek, de nem működik vélhetően egy ilyen nem működővel, vagy egy alig működővel szerintem fog valami együttműködést. Márkizai egy Péterre gondolsz, hogy... Hát... Mert ő nagyon szeretné láthatóan. De nem tudom, hogy mit fog dönteni, én nem is akarok neki tanácsokat <haz> adni, de az eddigi megnyilatkozásából, meg megnyilatkozásaiból én arra tippelek, hogy nem olyannal fog együttműködni, akit már valamennyire ismer. Ja, ő meg nagyon nem, igen, tehát ő ezt akartam, hogy nagyon szeretném, meg mint a nagyon nem szeretni hát hogy... Szerintem, ha ő neki van esze, és én egyébként egy, egy eszes embernek látom őt, Magyar Pétert, és egyelőre ő egy személyi szereplő, hozzátenném ebben a műfajban. Szóval akkor szerintem nem olyan párttal működik együtt, aminek már bármilyen szinten is ismerhetnénk, hanem lényegében olyannal, ami, ami, nem létezett. Na de, tehát ilyet lehet venni, ilyen lehet együttműködni, tehát ez biztos ki lehet erre valamit találni. Úgyhogy én arra számítok, hogy el fog indulni az európai parlamenti választásokon, még akkor is, ha nincs pártja, és már nincs, jogilag nem tud bejegyezni pártot. Ezek a magánéleti dolgok, ezek nem befolyásolják szerintem a kampányát, meg a hitelességét, meg a sikerességét? Befolyásolják, de egy kicsit olyan a helyzet, mint Hongyula esetében volt a 94-es választások előtt. Minél többet pufajkázták Hongyulát, annál népszerűbb volt. Kicsit a Trump-lán is ezt látjuk, hogy minél többet gyötrik a bírósági hajcihővel, meg ő annál népszerűbb lesz. Tehát én Magyar Péterre nem hiszem, hogy ez most jelen pillanatban olyan nagyon előre vívő célra vezető. De ez valahol úgy szomorú, nem? Hogy, tehát, hogy amik kiderültek róla, és... Nyilván azért feltételezhetjük, hogy nem kamudókkal lehet elő a felesége, és hogy akkor mégis ennek ellenére ennyire népszerűnek lehet lenni Magyarországon, meg egy EP nem biztos, hogy jó irány, nem? Igen, csak ez ismerni kell a politikát, meg a tömeglélektan szerintem. Ugye erre mondtam a Hornyula esetet is példaként, meg Trump esetés is. Szóval van ilyen, hogy hogy józan, Csak azért és, is. józan és racionális érvekkel sem tud az ember semmilyen módon hatni, mert van egy tömegpszichózis létezik. És azért nem szabad elfelejteni, hogy igen, van ellenzéki oldalon. Ugye ennek több összetevője vagy hogy miért megy ilyen hullám, ami most, amire most éppen Magyar Péter felült. Szóval azért van, mert szerintem ellenzéki oldalon van egy komoly hitelességi válság, meg ne felejtjük el, 14 év volt a kudarc, tehát folyamatos Fidesz kétharmadok. Tehát nem bízik, az ellenzéki szavazó nagyon szeretné már leváltani Orbán Viktor, de nem bízik ezekben a pártokban. Mert azt gondolja, hogy hát már számtanszor megpróbálták, és nem sikerült. És ugyanazokat látjuk, ugyanaz a recept. Tehát miért fog akkor most sikerülni? Tehát nagyon szeretné, hogy jöjjön valami, ami, ami nagyon más. De Magyar és... nagyon más, nem? Hát, mint hogy most itt tartalmilag. Hát nézd, tartalmilag egyelőre semmit nem mondott még szerintem, tehát politikailag értékelhető dolgokat én nem nagyon látok a részben. Más pártoktól hallottunk már ugye hasonlókat, ugye a lengyel például is le valószínűleg inspirálódott ezt, hogy akkor hazahozza az EU-s pénzeket, meg vagy amúgy kritikus brüsszel lehet, de nem annyira kritikus, tehát hogy addig ezeket lehet látni az LP. Tehát hogy valahogy, lehet, hogy ő se helyezte még el magát. Nem, szerintem a politikai mondani való az elég, elég gyenge egyelőre, de egyelőre nincs is rá szüksége, mert még egyszer mondom, ez a hullám viszi. Csak hogy majd ugye ezután jönnek a problémák, amikor majd együtt kell működni emberekkel, ha pártá alakulnak, ott vezetőséget kell választani, azokkal kooperálni kell, Kell azért ennél egy kicsit, ma már ugye nincs igény nagyon részletes pár programokra, de ezért ennél valamivel többet kell mondani. De a mondani. van, ezt az EP választásig. Így van, pontosan az EP választási. Valószínűleg nagy... erre is játszik. Ezt megúszta. nagyjából meg lehet úszni, és addig ez a lendület még kitarthat, hmm. és akkor visszaködve ide, tehát ilyen értelemben veszélyezteti szerintem komolyan az ellenzéket. A DK-nak van egy elég stabil szavazóbázisa, de a többieknek nincs. Tehát például a Momentumot, az MSZP a, az lmp t is szerintem, a kutyapártot is, ezek, ezeket mind veszélyezteti, akik ö, mondjuk a kutyapárt esélyes volt, akár egy mandátumra az, a, az elmúlt hónapokbeli beli becslések szerint, a Momentum szintén esélyes volt, ezeket Magyar Péter feltűnésével szerintem ezek elpárolognak ezek az esélyek. Itt lényegében az ellenzéki oldalon csak a DK-nak marad meg az esélye. A mi hazánk az egy külön kérdés, még a mi hazánktól is veszel szerintem szavazókat. És akkor itt van a Fidesz a másik oldalról. Szerintem a Fideszre is jelent veszélyt. A, azon sem csodálkoznék, hogyha az eredetileg becsült mandátumhoz képest a Fidesz is kevesebbet kapna akár egyel. Sokkal többen nem fog kevesebbet kapni, de akár egy-két mandátum inokhat szerinten, Mert azért nem szabad elfelejteni, hogy, hogy a válságjelenség az nem csak az ellenzék oldaláról létezik, hanem a kormány oldalról is, hiszen Magyarország az egy két éve komoly gazdasági válságban van. És az emberek valahogy ezzel úgy vannak, hogy, hogy hogy körülöttem a mindenféle politikai cirkuszok, korrupciós ügyek, stb., amiket hoznak, lelepleznek egyebek, ezek korlátozottan érdekelnek, hogyha azt látom, hogy oké, okay, nekem megy valahogy, és szerintem a következő hónapban még jobban fog menni. De hogyha az az, két év óta az az általános érzés, hogy jó, megy valahogy, de biztos, hogy rosszabbul fog menni a következő hónapban, akkor minden sokkal jobban érdekel. De ez Európára is igaz, nem? Igaz, Európára is igaz, így van. De azért ne felejtjük el, hogy Magyarország volt az, amelyik legjobban megszenvedte azt a válságot, ami, ami egész Európát érintette, hiszen itt volt a globális elemei ennek a válságnak, ne felejtjük, volt háború, volt Covid válság, és azért mégis itt van az energiaválság is Európában. De ezen belül Magyarország, a magyar kormány ott hibázott gazdaságpolitikai, a 2022-es választások előtt egy olyan jelentős arányú kiköltekezést hajtott végre, ami lényegében a költségvetést kiütötte. Hát ezt máig is látjuk, hogy folyamatosan jelentik be. Most már, most már ennek több éves hagyomány, a Varga Mihály szegény jelenti folyamatosan, hát nem tudjuk tartani a költségvetési hiányt. Új a költségvetésen módosítunk, új prognózisunk van, adósságállomány is Ez növekedett. nem csak rajta múlik, hanem... Így van. Szóval Globális egy... meg európai rendeken, de igen. Így van, de, de, van egy létező magyar gazdasági válság, és ez fölerősíti az emberekben azt, hogy na, valamit másként kellene csinálni. Szóval ilyen értelemben ez egy érdekes Európa parlamenti választás lesz, és a Magyar Péternek hozhat mandátumokat az Európai Parlamentbe, az ő tömörülésének. Na most ugye ez azért érdekes, mert azért politikai közösségnek valahogy össze kell csiszolódni, ezt pontosan tudjuk. Tehát itt nem lesz lehetőség erre. Tehát ez egy nagyon érdekes formáció lesz finoman is szólva, ahol arra se lesz idő, hogy néhány hónapon keresztül közösen együttműködjenek, és kipróbálják azt, hogy tudnak-e együttműködni. Na de hát a politika ilyen, hogy néha vannak előre nem kalkulálható, teljesen váratlan szituációk. Ez most egy ilyen. A kegyelmi ügynek ez egy, ez egy furcsa következménye Magyarországon. Utolsó kérdésem az, hogy mire számítasz az LP választás után. Megint ugye elmondtad hogy európai szempontból, mire számítasz. Most csak az EP választásig beszélgettünk, de Igen. azért kinyílik majd egy időablak az országgyűlési választásokig. Beindul az, hogy még, még inkább eldurvul ez a verseny szerinted majd? Hát én igyekszem optimista lenni. Én azért arra számítok, hogy hogy az az együttműködés, az a kooperáció, amit mondtam, amit megfogalmaztam itt közben, az azért be fog köszönteni. Én nagyon remélem, hogy szerintem a magyar kormánynak is az az érdeke, hogy legyen együttműködés Európával, az Európai bizottsággal. Akár az Európai Parlamenttel is. Remélhetőleg olyan erőviszonyok lesznek az Európai Parlamentben, hogy itt a, a, a régi sérelmek helyett sok mindent újra lehet gombolni, újra lehet kezdeni. Én nagyon bízom ebben, mert Magyarországnak, ahogy szintén ugye előzőleg itt a válságról beszéltünk, nagyon nagy szüksége van az európai támogatásokra és európai pénzekre. Nem azért, mert hogy ez a GDP-ben olyan hatalmas arányt jelent, hanem ennek van lélektana is. Hát a piacnak, a forint árfolyamnak, a tőzsdének mindennek óriási jelentősége van arra, hogy mi kapjuk az Európai Uniós pénzeket, vagy nem kapjuk. Tehát ilyen értelemben nagyon fontos lenne, hogy itt rendben legyen, tehát a folyósításuk rendben legyen, kialakuljon egy normális viszony. Én nagyon remélem, hogy a magyar miniszterelnök mozgásán is azt látom, hogy ő érzékeli azt, hogy ez egy nagy probléma, hogy nincsenek szövetségesek, tehát hogy Magyarország egyedül maradt. Az, hogy a Fidesz kikerült a néppártból, az is egy komoly politikai hiba volt. Szerintem nem lett volna szabad, hogy idáig elmenjenek a dolgok. Az egy helyes törekvés, hogy most be akarnak kerülni egy másik Új formációba. Szövetséget épít. A konzervatívok. Én nagyon remélem, hogy ez sikerülni fog, mert ez az országnak ez az érdeke. Az, hogy a, a meghatározó kormánypártunk nincs benne egy szövetségben, most a KDMP az hála Istennek ott maradt a néppártban, de azért az egy ember, ne felejtjük el, tehát az nincs befolyásadókra. a dolgokra. Tehát az egy, az egy nagy baj, az azt jelenti, hogy tényleg a játékon kívül vagyunk, kívül ülünk a kispadon, és az nem jó. Tehát nekünk azért bent kellene lenni a pályán, valamilyen módon mozogni kellene, és azt látom, a Visegrádi együttműködés is elhalt. Ugye az Európában sin nem vagyunk benne a megfelelő pártszövetségekben, működésben, nincsenek benne a Fidesz képviselők a különböző bizottságokban, ezek mind-mind mind hátrányok. Tehát nagyon remélem, hogy már ezt kérdezni, mi lesz utána a választások után, hogy ezek meg fognak oldódni. Tehát én erre látok esélyt egyébként, de ezen dolgozni kell, és azt érzékelem abból, hogy a, hogy a miniszterelnök elég aktív, és látom, hogy most próbál külpolitikai kapcsolatokat építeni, hogy ő törekszik arra, hogy, hogy ő is érzékeli, hogy ez baj Magyarország számára, ez az elszigeteltség, és ebből komoly problémánk lesz. Fodor Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. És köszönöm szépen a Mondi stratéga nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek, hallgattak bennünket. Kövessenek, hallgassanak bennünket a továbbiakban is. A héten is lesznek további műsorunk, műsoraink. Addig is búcsúzik a házigazda Póca István. Viszont látásra, viszont hallásra. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra.